Tisztelök mindenkit a mai testületi ülésünkön. A meghívót tudomásom szerint mindenki megkapta, és mielőtt még itt a részletekbe belemennék, akkor lenne a meghívóval kapcsolatban egy-két jelzésem, vagy módosítási javaslatom. Az első az az lenne, hogy a 6-os napi rendi pont, ami a csatlakozása a Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati pályázat, ösztöndíj pályázathoz, ezt levennénk, ugye a bizottságok se tudták tárgyalni, általában minden évben a szeptemberi ülésen tárgyalja a testület, de még nem lett kiírva, tehát bíztunk abban, esetleg itt valamikor ki lesz, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy szeptember folyamán ez nem lesz, tehát ezt levennénk, ez később se lesz. A másik, a 16-os napirendet, azt előrehoznánk, az első napirendként tárgyalnánk, tehát a polgármesteri szóbeli tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről, és ezt méghozzá zárt ülésen tárgyalnánk, jó? A zárt ülés lenne az első. Én azt gondolom, hogy ez nem lesz túl hosszú, tehát azért nagy fennakadás nem lesz. Illetve menet közben azért ma jelezném, hogy a két napirenddel kapcsolatban pedig a módosított határozati javaslatot fogok beterjeszteni. Az egyik a Kézilabda Egyesületnek a támogatásával kapcsolatban ezt tárgyalta a bizottság, illetve a bizottságok, mind a két bizottság tárgyalta, és ott volt ez a változtatás, illetve a polgármester szabadságával kapcsolatos határozati javaslatot is módosítanám, és úgy terjeszteném be. Jó, tehát akkor kérem azt, illetve, ami még, hiszen a napirendekben nem szerepel, mert később történt az egyeztetés, ugye, hogy az augusztusi ünnepi testületi ülésünkön az egyik díjazottunk, és őket is tisztelettel köszöntöm, egyéb elfoglaltsága utazás miatt nem tudott részt venni, és abban maradtunk, hogy a soron következő első testületi ülésen kerül átadásra a kitüntetés, és ez akkor a mai lenne, és az akkor úgymond a legelső napirendünk lenne, tehát a napirend, az első napirend előtt kerülne átadásra ez a díj, úgyhogy ezek lennének a változtatások. Én kérdezem, hogy esetleg valakinek egyéb javaslata napirendre van-e? Györvári úr. Köszönöm szépen. Én pedig azt, hogy a múltkori testületülésen hoztunk egy határozatot, egy kiadvány megjelenése, ami 500 000 forintot jelent. Az én információm szerint 5-en nem kívánnak ebbe szerepelni. Tehát, hogy 5-en nem szerepelnek a 9-ös testületből, én úgy gondolom, hogy akkor egy napirendben érdemesen foglalkozni, azzal visszavonjuk, vagy ne vonjuk vissza azt a határozatot. Ennyi. És interpelláció szeretnék bejelenteni a végén. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Egyéb, ha más nincs, akkor kérem, szavazzunk róla, és aki elfogadja, hogy a mai napon ezeket a napirendeket tárgyaljuk, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, a jelenlévők egyhangúak elfogadták. Jó, akkor jönne az első napirend, és akkor megkérném Ciglár Anitát, hogy akkor a kitüntetekről az iratokat. Oktatási díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő eredményt ér el az óvodai, iskolai, intézeti, oktató-nevelő munkaterén, vagy a tehetséggondozásban, magasfokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű, hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Szentlőrinc város önkormányzatának képviselőtestülete a 184/2024 számú határozata értelmében oktatási díjat adományoz Tóth Józsefné részére. Tóth Józsefné óvodapedagógusi diplomáját 1991-ben szerezte a Szekszárdi I.S. Gyula Pedagógiai Főiskolán. 1993 óta dolgozik óvodapedagógusként Szentlőrincen. A szakmai fejlődés mindig fontos volt számára. Folyamatos önképzés jellemzi, új pedagógiai, módszertani ismeretekkel bővíti tudását. Eredményesen alkalmazza pedagógiai munkájában a differenciálást, az élménypedagógiai módszerét, projektmódszert, bátorító nevelés módszerét.
2012 óta vezeti a Színes Újabb Tehetségműhely foglalkozásait. Magas szakmai tudásával 2013 óta mentorál, segíti a főiskolai hallgatók szakmai felkészülését. Az intézmény bázisintézményi feladataiban rendszeresen hospitálási lehetőséget biztosít és részt vesz a műhely munkáikban. Példaértékű pedagógiai felkészültsége, gyermekszeretete. Az óvodapedagógusi pálya iránt elkötelezett. Tehetséggondozás területén kiemelkedő munkát végez, e területen eredményes a pályázati tevékenysége is. Felkérem a díjazottat a kitüntetés átvételére, és egyben megkérem, hogy mondjon néhány szót a kitüntetése kapcsán. Molnár Juditnak, hogy felterjesztett erre a nemes díjra, a polgármester úrnak és a képviselőtestület valamennyi tagjának pedig, hogy érdemesen találta arra, hogy én ezt az elismerést ma átvehessem. Ez a díj ez valóban a szakmai munkával ismeréseként szolgál, és úgy gondolom, hogy ez a 30-31 év, ami mögöttem van, ez igen tartalmas és gazdag volt. Visszaemlékszem, akkor fiatal pályakezdőként én nagyon sok segítséget, támogatást kaptam tapasztaltabb kollégáktól. Az ő szakmai tudásuk, elhivatottságuk és hát nem utolsó sorban emberségük számomra az mindig példaértékű volt. És hát a gyerekek gondoz, és itt szeretnék azért néhány nevet megemlíteni, Matusz Ferencnét, Zsuzsát, vagy egykori óvodavezetőnket, Kuruc Istvánnét, és hát nyilván most Molnár Juditot, akitől mindig nagyon sok segítséget, támogatást, biztatást, elismerő szót kapok, és mindig is segítette azt, hogy a szakmai fejlődésem az előre menjen. Úgyhogy köszönöm szépen. És hát a gyerekek gondozása, nevelése mellett számomra a legfontosabb az mindig is az volt, hogy érzelmileg kötődjenek hozzám. És azt gondolom, hogy csak akkor lehet hatékony nevelő, fejlesztő munkát végezni, hogyha ez az érzelmi kötődés, az az érzelmi biztonság kialakul. Büszke vagyok arra, büszke vagyok a gyerekeimnek a pályaválasztására, köszönöm a családomnak és a férjemnek is, nyilván a gyerekeimnek is, hogy nagyon sok támogattak, és mindig nagy szeretettel beszéltem otthon is a pedagógus pályáról, és talán nem is véletlen, hogy mind a két gyerekem ezt a pályát választotta, és ezért nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk. Sokszor rögös, de úgy gondolom, hogy ezért nagyon sok szép dolog van ezen a pályán. És hát szeretnék egy idézettel erre az érzelmi nevelésre visszacsatolni. Egy Carl Wilhelm Bühne idézet jutott eszembe, amit a pedagógiai hitvallásomnak is tekintek, az pedig úgy szól, hogy lehet, hogy elfelejtik, hogy mit mondtál neki, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat a szavaitól. És köszönöm szépen! Akkor köszönöm szépen, és akkor az előbbi döntésünknek megfelelően akkor elkezdjük egy rövid technikai szünet után fogjuk elkezdeni az első napi renddel. Köszönöm szépen akkor. Köszönöm szépen, akkor a zárt ülés után elkezdjük a normál menet szerint a napi rendeket. Egyébként tájékoztatnák mindenkit, hogy a zárt ülésen folyamatban lévő peresügyről, illetve végrehajtási ügyről, továbbá felújítási kötelezettsége, cégnek a felújítási kötelezettségéről tájékoztattam a képviselőtestületet, és ezt a tájékoztatást elfogadták. Köszönöm. Akkor kezdjük. A Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. Beszámolója 2024 első féléves működéséről. Tisztelettel köszöntöm az ügyvezető urat, és mielőtt még elkezdenénk, kérdésem, hogy kívánja kiegészíteni vagy hozzáfűzni valója van-e a napirendhez? Köszönöm, nem bizottsági ülés. Így van, köszönöm szépen, a bizottsági üléseken megtárgyalták, és jelen volt az ügyvezető úr. Először akkor kérdezném a pénzügyi bizottság elnökét, a tájékoztasson bennünket. Mondja, bizottságunk megtárgyalta, hogy kérdéseket tettünk fel, amire megkaptuk a kielégítő választ, és utána a bizottság egyhangulag támogatta és elfogadásra javasolja a testület számára.
Köszönöm szépen. Elnök asszony. A Humán Bizottság szintén megtárgyalta, és ott volt a felügyelő bizottság elnöke is, ő a esetleges kérdésekre választ adott, és ennek alapján kéri a testület fogadja el a beszámolót. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor én 2 minutot azért hadd mondjak. Az egyik az ugye, hogy azt a tájékoztatást kaptuk, és a számok is ezt mutatják, hogy az elmúlt időszak, az elmúlt év és az első fél év is egy gazdaságilag biztos alapokon áll. Ez azért annak köszönhető elsősorban, hogy jó néhány pályázati forrást tudott bevonni a cég, illetve az önkormányzatnál a futó pályázatoknak a média nyilvánosságát is egy-két esetben a cég biztosította, tehát ezek a plusz pénzek hozták ezt az eredményt. Azért az elhangzott a bizottság ülésen is, hogy amennyiben ugyanezt a szintet, ugyanezt a mennyiségű megjelenést kívánja a város, illetve hát az aktuális képviselő testület, akkor nagy valószínűséggel a 2023-as vagy a 24-es önkormányzati, közvetlen önkormányzati támogatásnál nagyobb összegre lesz szükség. Akkor kérdezném, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangban elfogadták. Köszönöm szépen, további jó munkát az ügyvezető úrnak. Következő Szentrinci Közüzemi Nonprofit Kft. Beszámolója szintén a 2024-es év első fél éves működéséről. Üdvözlöm Drávec Gábor igazgató urat, őt is kérdezem, hogy kívánja esetleg kiegészíteni a leírtakat. Köszönöm szépen az ügyvezető úrnak, és akkor át is adnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének, aki egyben a felügyelő bizottság elnöke is. Igen, tehát első sorban a felügyelő bizottság tárgyalta meg a beszámolót, az egy 6 havi tájékoztatást megkaptuk, ott felmerültek kérdések, hogy mi okozta azt, hogy az előző évhez viszonyítottan egy viszonylag jelentősebb különbség keletkezett, arra megkaptuk egyébként a megnyugtató választ, ezt követően a felügyelőbizottság elfogadta és támogatja azt, hogy ezt a beszámolót a testületünk elfogadja. A pénzügybizottság hasonlóan foglalt állást, tehát ő is támogatja ezt a beszámolónak az elfogadását a testület számára. Köszönöm szépen! A Humán Bizottság szintén tárgyalta, a kérdés nem merült föl, és egyöntetűen mindenki elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a beszámolót. Köszönöm szépen. Észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja az első fél éves beszámolót, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadta a testület. Következő beszámoló a városi ingatlanok és közterületek karbantartási és felújítási feladatainak időarányos végrehajtásáról. Szintén az ügyvezető úr által készített anyagot tárgyalták meg a bizottságok. Át is adnám a szót a pénzügyi bizottság elnökének. Valamint a felügyelő bizottság is tárgyalta, igen. Tehát megelőzően ezt a felügyelő bizottság tárgyalta, ezt elfogadta, ott a kérdésekre megnyugtató választ kaptunk. A pénzügyi bizottságban hasonlóan és mindkét bizottság a testület számára elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. A Humán Bizottság szintén megtárgyalta az időarányos beszámolót és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban esetleg észrevétel, ha nincs, akkor kérem szavazzuk, amennyiben a napirendet vagy a határozati javaslatot elfogadja a képviselőkhoz, kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangban elfogadták. Köszönöm szépen az ügyvezető úrnak, hogy itt volt. Következő 4-es beszámoló a folyamatban lévő közmunkaprogramok állásáról. Itt annyit szeretnék elmondani, ugye szintén a bizottságok tárgyalták az anyagot. A jelenlegi közmunkaprogram az szeptember 1-én indult és február 28-áig tart. Amiről korábban már beszéltünk, ugye képviselők is, meg külső szakemberek is jelezték már azt a várható folyamatot, hogy a közfoglalkoztatásra kerülő
pénz azért az csökkenni fog. Szerencsére ugyanazt a létszámra a támogatást megkapta erre az időszakra, az említett időszakra is az önkormányzatunk, viszont annyi a különbség, hogy plusz anyagokra, eszközökre már nem kaptunk támogatást, azt a korábbi eszközökkel, illetve az önkormányzat saját forrásából kell megvalósítanunk. A létszámot és az emberi erőforrást, hogyha értékelném, akkor azt kell mondanom, hogy a munkavállalók idősebbek lettek, fiatalok, hát ugye 25 év alattiak nem is jöhetnek a rendszerbe, tehát nincsenek, inkább olyanok kerültek be, hogyha csere történt, aki valamilyen oknál fogva kikerült az elsődleges munkaerőpiacról, és át kellett kerülnie, és megjelent ugye itt a közfoglalkoztatásba. Néhányan próbáltak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, volt, aki meg is tudta ott tartani az állását, volt azonban olyan, aki visszakerült az elmúlt időszakba. Az biztos, hogy ez nem tudom, hogy meddig fog még tartani ez a támogatás. Az önkormányzatnak mindenképpen egy nagy támogatás ez az állam részéről, ennek a közfoglalkoztatotti állománynak a biztosítása, hiszen akár a rendezvényeinket vesszük, akár a közterületeknek a karbantartása, a háttér fizikai munkát, az szinte azt lehet mondani, hogy 80-90%-ba ezek a személyek végzik. Én ennyivel egészítettem volna ki, és átadom a szót akkor a pénzügyi bizottság elnökének, Földvári úrnak. A beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja a testület számára. Köszönöm szépen. Huván bizottság elnökasszonya. A Huván bizottság szintén megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki elfogadja a beszámolót, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangon elfogadták. 5-ös Szentőrinc város önkormányzat fakatesztere és a döntés a 2024-i fa és fászáru dövények fakivágási megújítási programjáról. Átadnám a szót a jegyző úrnak, illetve hát kérdezem, hogy kiegészíteni. Jó, kiegészítés nincs. Bizottságok tárgyalták. Mielőtt átadnám a szót, azért annyit szeretnék mondani, hogy ez minden évben és mindig kapunk telefonokat, jegyző úr, aljegyző, hivatal munkatársai, vagy azt gondolom, a képviselőket is szinte naponta keresik meg azzal a város lakói, hogy az adott területen a fa kivágása lehet, kéri különböző okok miatt. Ezt most már azt gondolom valamennyien, most nem azt mondom, hogy a város minden lakója, de ez a többség azt tudja, hogy azért a fakivágás az nem csak egy anyagi kérdés, tehát ez egy erős jogi kérdés. Egyrészt az, ugye, amiről beszéltünk már évekkel ezelőtt is, vagy mindig előjön, hogy a fát el lehet ültetni, ez nagyon jó dolog, csak a megfelelő méretű fát már úgy, hogy a kifejlett időszakában, hiszen azért sokszor kapunk olyan megkeresést, hogy a 6-8 méteres fát jó lenne kivágni az önkormányzat, mert közterületen van. Ugyan mondjuk lehet, hogy a nagyszülő az érintett családba, ő ültette, nem tudom én, 20-30-40 vagy 50 évvel ezelőtt. A másik dolog pedig azt gondolom, hogy igen, ami elő szokott jönni, hogy az EON féle favágások, visszavágások, nem az önkormányzat vágja, az EON által megbízott vállalkozó végzi ezeket a nyeséseket, amik hát ránézésre még amatőr szemben is azt lehet mondani, hogy kritikán aluli minőségben vannak, tehát semmi jó érzék, de még szakmailag se, tehát azt mondom, amerre megy a vezeték, onnan visszavágják, és akkor jönnek következő évben megint. Ez azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, ha a föld alatt futnának a vezetékek, mint tőlünk mondjuk nyugatabbra, de jelenleg nem ez a tendencia van még itt is, ezekkel a problémákkal meg kell küzdeni, és azt kérem mindenkitől, amit edző úr is elmondott több alkalommal, meg talán Balatoni Ferenc képviselő úr többet mondta, mások is, hogy hát olyan fát ültessen mindenki, amire utána tudjuk, hogy az mekkorára fog megnőni, és az kezelhető legyen. De ezt nehéz meggyőzni, ugye, amíg leültet, akkor ő elülteti az övé, köztelet, amikor baj van, akkor meg az önkormányzaté, a tulajdonos szem, akkor az nem az övé, mert ő nem is tehet róla. Tehát azt gondolom, hogy ezt mindenképpen végig kell gondolni. Elnök úrnak adnám át a szót. Igen, pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Amit most polgármester úr elmondott, ezek ott fölmerültek kérdésként, amit arra megfelelő válaszokat megkaptuk. A bizottság elfogadta, és elfogadásra javasolja a testület számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Huván bizottság szintén tárgyalta,
a jegyző úr által egy részletes tájékoztatást kaptunk a beszámolóba, és a bizottság egyöntetően mindenki elfogadta, és elfogadással javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Észrevétel, Balatoni Ferenc képviselő. Ezek a fák, amik 35-40 éve ezelőtt el lettek ültetve, gondolok itt elsősorban platán, most már gigantikus méreteket öltöttek, és ugye öregednek ezek a fák. Az iskola udvarán is ugye számtalan ilyen fa van, tehát ezek folyamatos felülvizsgálatra szorulnak, mert ha 15-20 méter magasról valakinek a fejére esik ilyen nagy ág, hát az bizony komoly tragédiát okozhat. Tehát etéren van feladat a következő testületnek is, és tudom javasolni nekik, hogy ezt a felülvizsgálatot város szerte tegyék meg. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, ha nincs, akkor kérem szavazzunk. Aki a program, tehát a beszámolót elfogadja, akkor azt kérem, jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangban elfogadták. Ugye a hatos napirend lett volna a burza, de akkor azt döntöttünk az elején, hogy levettük a napirendek közül. Következő jelentés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének első fél éves végrehajtásáról. Nem olvasnám végig az egész címet, és akkor átadnám a szót az osztályvezető asszonynak. Ezt a napirendi pontot is ugye a bizottsággyűléseken részletesen megtárgyaltuk. A kiküldött anyag is szerintem kellőképpen részletes, úgyhogy most csak a főszámokat szeretném elmondani. Az első fél éves bevételeknek a teljesítése 64,98%-on áll, a kiadásoknak pedig 35,77%-on állnak a teljesülései. Itt a jelentős eltérés ugye az év elején már rendelkezésre álló tavalyi évi pénzmaradványokból adódik. Ez 1,3 milliárd forint, ugye ezt tudjuk, hogy ez zárva a pénzmaradvány volt, az itt lévő pályázati támogatásokat tartalmazta. Köszönöm szépen. Elnök úr. A bizottság megtartotta az előterjesztést, itt azért volt vita a bizottságon belül bizonyos kérdésekben, de ezt követően végül is egy konszenzusra jutott a bizottságunk, és ugyan nem egyöntetően, de elfogadta ezt a jelentést, és javasolja a testület számára elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Humán Bizottság szintén tárgyalta, a pénzügyi osztály részéről egy nagyon részletes tájékoztatást kaptunk, és ezáltal a bizottság tagjai egyöntetően elfogadták, és elfogadással javasolják a képviselőtestületnek is. Köszönöm szépen, észrevétel, hozzászól. Igen, akkor. Ott a bizottság részéről is elhangzott egy dicsérő köszönet az osztályvezető asszony felé, illetőleg a pénzügyi osztály felé, hogy egy nagyon színvonalas, jó minőségű anyagot kaptunk, és végre olvasható méretben, tehát hogy végig tudtuk nézni azt, hogy melyik táblázat hova tartozik, és azok a számok mekkorák, nem kellett hozzá lúpe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Észrevétel, akkor azt kérdeztem, de nincs. Jó, köszönöm. Aki a beszámolót elfogadja, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Ellenszavazat, egy ellenszavazattal, tartózkodás nincs, tehát akkor azt mondja, hogy 8 igen és egy ellenszavazattal a testület elfogadta a tájékoztatót. A 8-as az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása, és szintén akkor átadnám a szót osztályvezető asszonynak. Ezt a napirendi pontot is részletesen megtárgyaltuk, sőt, itt talán egy még részletesebb anyag ment ki a testület elé. Úgyhogy itt is a főszámokról szeretnék beszélni, ugye maga a költségvetési főösszeg 34.755.104 forinttal növekedett. Ennek három oka van, az egyik a védőnői szolgálatnak az átvétele, ugye ez bevételi és kiadási oldalon is jelentkezik, támogatást is kapunk rá, és ugye nyilván a bér és a dologi kiadások megjelennek. A másik a központi költségvetési támogatásnak a változás, ugye a normatív finanszírozásunk emelkedett, illetve a harmadik, az pedig az egyik intézményünk, ugye ez egy összevont költségvetési főösszeg, az egyik intézményünknek a hatása. A közös önkormányzati hivatalnál jelentkeztek ugye a választással kapcsolatos bevétel
12 millió forintos összeg volt, amivel megemelkedett még a főösszegünk, tehát így összességre majd közel 35 millióval emelkedett. Köszönöm szépen. Elnök úr. Részletesen megtárgyalta, ott is választ kaptunk minden kérdésre, elfogadta és elfogadásra javasolja a testület számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Humán Bizottság szintén megtárgyalta és eldöntötte, hogy nagyon részletes tájékoztatást kaptunk, és egyöntetően a bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Napirenddel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás, kérdés nincs. Akkor köszönöm szépen, akkor szavazzunk, aki a módosítást elfogadja, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangúan elfogadták. 9-es előterjesztés a Szentrinci Kézilabda Sportegyesület támogatási kérelméről. A megyei osztályban szereplő Szentrinci női kézilabda csapatnak az elnöke, illetve alelnöke egy kérelmet nyújtott be. Szóban is egyeztettem velük ugye korábban. Én azt kértem tőlük, hogy egyeztessen amennyire tudnak a következő, hiszen ugye szeptemberben elindul ez a bajnokság, egyeztessenek a következő városvezetésnek a tagjaival, elsősorban polgármester asszonnyal, hogy a következő időszaknak a támogatása az hogy alakul, hiszen én azt mondtam, hogy ha nem tudják végigvinni a bajnokságot, akkor ezeket az első költségeket, mint a nevezési díj, meg az orvosi vizsgálat, meg a plusz mindenféle az indulásnak a költségeit, akkor nincs értelme befizetni. Ők arról tájékoztattak, hogy ezek az egyeztetések megtörténtek, és Vörössára képviselőasszonnyal is egyeztettünk a hogyan továbbról. Tehát az eredeti előterjesztésben, hogy ugye olvasta mindenki, az volt, hogy erről beszéljen a következő testület. Ellenben ugye jeleztem a mai testület ülés elején, az lenne az én módosított javaslatom, ami ugye a bizottsági üléseken is már ez lett tárgyalva, hogy azt a kezdő, úgymond költségcsomagot, ami egy 200 ezer forintba merül neki, ezt az összeget, ezt biztosítsuk a csapatnak. Ugye azért az itt tudni kell, hogy a csapat költségei azok nem csak azok, amelyek itt fel vannak tüntetve, hanem azért az önkormányzati szempontból azok a költségek is jelentkeznek, ami nem közvetlen kiadása az önkormányzatnak, de mondjuk bevétel kiesésnek azért tekinthetjük, hogy az önkormányzat biztosította eddig is, és várhatóan a következő időszakban is, a csarnokot az edzésekre, a heti két edzésre, illetve a hazai mérkőzéseknek a lebonyolítására. Itt az elmúlt évekhez képest, már a tavaly évben is azért egy plusz költség jelentkezett a csapatnál mindenképpen, hiszen már nem csak Baranya megyei a bajnokság, hanem több megyét kellett összevonni, ezáltal mondjuk a Balaton partra, Somogy megye szélére is mondjuk el kell utazni, és azért egy ilyen buszköltség, meg üzemanyagköltség, még hogyha támogat kapnak így ilyen szponzori jelleggel a hölgyek, ez akkor is azért jelentős költség. Elnök úr, öné a szó. Megtaláljata az eredeti előterjesztéshez képest ez a módosító indítvány érkezett, hogy akkor ez a 200 ezer forint, ez jóváhagyásra kerüljön, a bizottság ezzel egyetértett és javasolja a testület számára, hogy ők is szavazzák ezt meg. Köszönöm szépen. Humán Bizottság elnökasszonyát kérdezem. Csak szintén megtárgyalta, és a kérelemben érkezett 1.261.000 forintból az volt a javaslat, hogy 200.000 forint nevezési díjat javasolja a testületnek elfogadásra, és a fennmaradó összegről pedig a következő testület. Köszönöm szépen. Jó. Napirenddel kapcsolatban észrevétel, kérdés, Györvári úr. Egy kérdésem van a polgármester úr felé, hogy konkrét ígéreteket ne tegyen az egyesületnek, mert szóval az első kérdés, amiben befutottad, engem megdöbbentett, megmondom őszintén, az, hogy a tagdíjat is az önkormányzat gondolta, vagy gondolta, fizet segít valamilyen papíron, és hasonló dolgok, tehát én szerintem majd a következő testet meg fogja ezt vizsgálni, de a konkrét ígéreteket ne tegyen a polgármester úr. Köszönöm az észrevételt. Megpróbálok azért nem cinikusnak tűnni. Én, nem, hát ön nem. Jó, tehát én azért azt jelezném, hogy
elmondtam, de megismétlem, hogy akkor lehet, nem tetszett figyelni. Elmondtam, hogy nem adok, nem tudok támogatást adni, és nem úgy ígértem, még a minimálisra is azt mondtam, hogy nem, mert akkor tartom indokoltnak bármilyen, tehát a nevezési díj, ami a csapatnak a bajnokságba történő nevezési díja, tehát nem a tagdíja a versenyzőknek, meg egyéb. Tehát azt mondtam, hogy akkor, ha arra valamiféle garancia van, hogy ez a bajnokság végig megy, mert indul szeptemberbe, és október 1-től pedig a Győrvári Márk és a, bocsánat, elsősorban a polgármester asszony vezeti el az új testület, aminek Győrvári Márk is majd dönt arról, hogy lesz támogatás, vagy nem. Ez az egyeztetés lezajlott. Én nem ígértem az egyesületnek semmit. Azt mondtam, hogy ha mivel ők úgy tájékoztattak, és a képviselőasszonnyal, Vörös Sárával, lendő polgármester asszonnyal is egyeztettünk, hogy igen, ez a szezon végig vihető, nagy valószínűséggel, ha valamiféle extra probléma nem jön be. Ezután tettem azt a javaslatot a bizottsági ülésen, hogy akkor ezt a kezdő 200.000 forintot az induláshoz biztosítsa az önkormányzat. Tehát nem kívántam ígérni, és nem is ígértem. Köszönöm szépen, és akkor egyéb észrevétel, hozzászólás. Igen, Balatoni Ferenc képviselő. A csapatnak bevétele nincs. Ugye a pár néző, aki ott van, az nem is kell nekik fizetni. Egy másik problémáról is beszéltünk, mégpedig az, hogy novemberben lejár a kézilabdapálya, a szóvitali hitelesítésnek az ideje, hogy ez a hitelesítést újra kell majd indítani. Remélhetőleg elfogadja a kézilabda szövetség, és alkalmasnak találja továbbra is a sportcsarnokot, mert hogyha máshol kell játszani idegenben, akkor ugye újabb költséget jelentene. Reméljük, hogy nem így van, és ugye ezzel a kis támogatással, és amit most adtunk nekik, reméljük, hogy ezt a sportolási lehetőséget, ezt a kézilabda csapatot meg tudjuk őrizni a jövendőnek. És mindegy lehetőséget adni a lányoknak is, hogy sportolhassanak, mert ezen kívül semmilyen lehetőség nincs a lányoknak sportolni. Akkor köszönöm, azért nem akarok ilyen szavakba belekapaszkodni, hogy kis támogatás. Én azt gondolom, a kis támogatás ez az elmúlt éve időszakban is, meg a következő időszakban is azért nem olyan kicsi, mert ha azt számoljuk, amit most a képviselő úr is említett, hogy ezeket a bajnoki meccseket mondjuk valahol egy bérelt csarnokba, akkor az óránként mondjuk 10-20 000 forintba kerülne, ha még az edzést is ott kell lebonyolítani, az további. Tehát amit úgymond eszközbe, tehát a csarnok támogatásba kap ez a csapat, az azért milliós tétel. Itt nem lehet úgy számolni, hogy ez költség, mert nekünk igazán mondjuk azt mondjuk, hogy a fűtés költség mondjuk az a téli időszakban jelentkezik az önkormányzat költségébe, illetve menet közben az edzések időtartama alatt, az idő alatt fizető bérlő nem tud bejönni, és nem tudja az önkormányzat kiadni. A bevételek illetően, én emlékszem arra, amikor a csapat ugyanez már, hát szerintem lehet, hogy már akár 8-9 éve, de lehet, hogy 10 is volt, amikor bált szervezett a csapat, és ebből volt támogatása, illetve az egyesület a karácsonyi vásárnál ugyanúgy megjelent, és támogatói jelleggel ott különböző termékeket a karácsonyi vásárban árult, tehát minimális összegek. Egyébként a Taura is ők pályáztak, és most nem tudom, majd elhangzik-e, tehát az biztos, hogy évek óta az egy nagyon nagy probléma, és ezt nem vállalták föl, és azt hiszem, hogy nem tudták fölvállalni, hogy az utánpótlás nevelés az nincs az egyesületbe, ugye hiszen a TAO pénzek jelentős része az az utánpótlásra, ellenben a női csapat edzője, és most kérdőn nézek azért közben alpolgármester úrra, tehát a női csapat edzője a Kozár Mislenyi diák vagy lány csapatnál is edző, tehát már az elmúlt időszakban is volt, amikor egy-egy meccsre úgymond ilyen nem tudom mi a hivatalos, mert ilyen kölcsönadott játékosként, akár a kapuba, vagy a pályán, a mezőny játékosok között megjelentek 16-17 éves vagy fiatalabb játékosok, de a cél az lenne, ez elején is egyetértek, hogy a szentlőrinciekből legyen, az pedig a hölgyek eddig nem vállalták föl, de mondom így a közös edzőn keresztül azért valamiféle jelentkezett. A csarnokot illetően ez valóban föl elhangzott ugye a... Parancsoljon Györvári úr, mondja, vagy nem? Azt hittem. Köszönöm szépen akkor. Tehát elnézést akkor, hogy megzavartam a beszélgetést. Tehát a csarnok állagát illetően, ott pedig ugye annyit szeretnék csak mondani, hogy
ezt a minősítést, ezt az önkormányzatnak kell, hiszen ez nem csak a kézilabda csapatnak a úgymond a szükséglet, hogy ez meglegyen, hiszen akkor tudja az önkormányzat bérbeadni különböző mérkőzésekre, hogyha más csapat is akkor tud, hiszen itt azért volt férfi meccsek, meg különböző meccsek, meg kispályás bajnokság is. A következő a történet, azt gondolom, hogy én elmentem a bizottsági ülés után, jártam a csarnokba, az biztos, hogy a csarnok parkettájának a felújítása az időszerű lenne. Ha jól emlékszem, akkor pont olyan 20 évvel ezelőtt lett újra parkettázva a csarnok. Korábban azt mondja, tavaly is, meg tavaly előtt is ugye már felmerült, hogy a lakkozása az kellene, hiszen ha eltűnik róla, akkor utána azért olyan károsodása lesz a parkettának, ami utána már ugye visszafordíthatatlan, de most úgy ideiglenesen, ugye, hogy megvan oldva a beázás, és nem ázik be a csarnok, de itt ugye a zárt ülésen tartott tájékoztatóban is elmondtam, hogy további munkálatokra van szükség. Illetve ugye a falnak a javítása, az talán ismét esedékes, de a beázás az tudomásom szerint megszűnt. Jó, visszatérve tehát a csapathoz, annyit szeretnék akkor mondani, tehát akkor, hogy a bizottságok megtárgyalták, hozzászólás, ha más nincs, akkor kérem, hogy aki támogatja, hogy a csapatnak a bajnokságba történő elindulására ezt a 200.000 forintot az önkormányzat biztosítsa, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, jelenlévők egyhangúan elfogadták. 10-es napirend, előterjesztés a Szentőrinci Sportegyesület támogatási kérelméről. A Szentőrinci Sportegyesület egy kicsit más jellegű, tehát nem az induláshoz szükséges, de a támogatásra adott be igényt. Ugye korábban az eredeti költségvetésünkben egy 4 millió forint volt betervezve a sportegyesületnek a támogatására. A sakszakosztály részéről történt megkeresés, hogy 200.000 forintos szintén mind a kézilabdázóknál, a hölgyeknél, de ez egy külön, két külön sportegyesületről van azért szó, ugye, de a sakkozók ide tartoznak a Szentlőrinci Sportegyesülethez, hogy ezt kérték, itt jegyző úr jelezte, hogy egy konkrétabban kellene ezt leírni, vagy egyértelműsíteni, erre az egyértelműsítésre még várunk, ez majd akkor most már kicsúszott, majd a következő testület fog erről dönteni, illetve abba maradtunk, és ez a határozati javaslat is, hogy egy nagyobb összegről van szó, nagyobb kérelemről, ami ráadásul jelenleg átcsoportosításra került ideiglenesen, tehát hogy erről a sportegyesületi kérésről a következő testület döntsön. Ez a határozati javaslat. Földvári úr, öné a szó. Tehát az eredeti határozati javaslatot támogatta a bizottság, tehát prolongáljuk ezt a döntést a következő testület elé. Köszönöm szépen. Ezt kéri a testülettől. Köszönöm. A bizottság szintén megtárgyalta is az a javaslata, hogy elnapolásra kerüljön a kérelem. Már csak azért is, mivel ez a testület által elfogadott összeg, és lehetőség szerint talán egy hónap múlva már a teljes összeg kell lehet akkor támogatni a sportkört, ha ez megérkezik. Köszönöm szépen. Egyéb észrevétel, hozzászólás, Balatoni Ferenc úr. Szóval hadd legyen szabad megemlítenem, és ez a város lakossága fele is szól, hogy jövő hétfőn a Magyar Sportcsatornán láthatjuk a Szentlőrinci labdarúgó csapatnak a mérkőzését. Jövő hétfőn. Nagyon jó. És nem vagyunk itthon. Amikor 30-án? Igen, Kazincbarcik ellen játszik. De 30-án. Igen, hát jövő hétfőn, nem tudom, hányadik. Hát jó, csak pont azért mondom, hogy akkor uton van jó néhány ember. 23-án? Akkor bocsánat, nem 30-a, 23-a. Jó, köszönöm. Jó, Györgyvár, még hogy szólni kíván. Csak annyit, hogy ma szeptember 19-e van. Ez a rendelet, ami elkészült, és amelyik benne volt a támogatás a sportegyesületnek, az sokkal korábbi. És időközben nem történt semmi. Tehát ki kellett volna fizetni már régen. Csak azért mondtam, hogy szeptember 19-ig vártunk ennek a kifizetésére. Tehát, hogyha ez májusban, júniusban, júliusban van, történik, az is kérdés, akkor miben van akkor a csoportosítás. Tehát már megint ezek a dolgok, játszunk a dolgokat, hogy ki milyen szándéka, mindegy. De erre a régiket van a fizetni ezt az összeget. Ennyi. Köszönöm szépen. Jó, most már nincs más. Utána átlett csoportos, de most már nincs más. Az elmondottakat. Ennyi. Annyiban módosítanám, hogy azért nehogy itt valaki azt gondolja, hogy itt valami szabálytalanság történt. Szabálytalanság nem. Györvári úr véleménye szerint.
Győrvári úr véleménye szerint ezt már ki kellett volna fizetni, jogilag a testületnek december 31-éig van lehetősége, hogy ezt kifizesse. Tehát a többi soron is van olyan, ami nem lett még kifizetve, mert, és ahogy el is mondtam az előző mondataimba, menet közben ez egy másik sorra lettek átcsoportosítva, úgy döntött a testület, nem én, a testület úgy döntött, hogy egy más prioritás ideiglenesen, tehát nem elvéve, hanem átmeneti időszakra, és remélhetőleg ezt az összeget meg fogja kapni. Tehát semmiféle kötelezettséget nem mulasztott el. Én azt gondolom, hogy már a költségvetés elfogadásába benne volt a testület szándékába, hogy a labdarúgó csapatot támogassa, és ez gondolom meg is fog történni. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás, észrevétel, ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki elfogadja a határozati javaslatot, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Ellenszavazat, tartózkodás nincs, tehát akkor egyhangulag elfogadta a testület. Köszönöm. 11-es előterjesztés a Magyar Ebtenyésztők Pécsi Egyesülete tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről. Most már jó néhány éve különböző nemzetközi CAC és CACI kutya kiállításnak ad otthont Szentlőrinc, ez ugye itt a város szélén a vásártéren, az egykori vásártéren kerül megrendezésre. Ez meg volt idén is, az idei az eddigi legnagyobb volt, ami most márciusban került megrendezésre. 2025-re már megvan a megegyezés a Magyar Ebtenyésztők Baranya vagy Pécsi Egyesületének, vagy a Pécsi Egyesületével. Tehát 25-ben is lesz kiállítás. Ez a kérésük, ez már 2026-ra szól. Ennek pedig az az oka, hogy elég szigorúak az előírások, hogy CACIP kiállítás csak úgy lehet, ha jól emlékszem a számokra, lehet, hogy majd kicsit rosszat mondok, hogy légvonalba nem lehet egy napon közelebb 500 kilométernél a két kiállítás. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben azt hiszem azért maradt el, mert légvonalba nem volt meg, úton 800 valahány kilométer volt a két kiállító hely között, de mivel légvonalba ez nem érte el az 500-at, ezért ezt nem tudták. Tehát ők időbe szeretnének lépni. Én azt gondolom, hogy a városnak is az az érdeke, hogy minél több vendéget tudjunk itt látni, elhozzák a kutyáikat, megismerik talán egy kicsit a város, de legalábbis a hírét viszik, hogy voltak Szentlőrincen. Mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy az egyesületi elnök úr, amikor idén is itt volt az egyeztetésen, akkor elmondta, hogy nagyon szeretik a kiállítók ezt a helyszínt, mert jól megközelíthető, habár az idei évben kicsit volt fennforgás, mert a sor eleje az ott a Baja utca végén volt, a másik vége meg majdnem, hogy a hatos úton lógott ki, tehát végig az egész Rákóczi utca, Templomtér végig álltak az autók, de aztán sikerült kicsit ott fölpörgetni a beengedést, ugye, mert orvosi igazolásokat ellenőrzik, hogy a kutya csak az orvosi egészségügyi könyvével mehet be, ugye viheti be a gazdája. Tehát azt gondolom, hogy ez valóban egy nagy rendezvény, és remélem, hogy a 25-ös után a 26-os is nagy siker lesz. Földvári úr, öné a szó. Tulajdonosi hozzájárulás megadását javasolja a testületnek elfogadása. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Humán Bizottság szintén megtárgyalt és a tulajdonosi hozzájárulási kérelmet elfogadása javasolja. Köszönöm szépen, észrevétel, Györvári úr. Mi pedig azért 2026-ról beszélünk, és ezt is nyugodtan átetetlen tenni, mint az előző dolgokat, hogy áttenni a következő képviselőtestületnek a feladatot, vagy a javaslatot, és hogy eldönti, ráadásul egyeztetés szükséges a vállalkozói központtal, nem éppen arra az időpontra, 26-ra bár tervezett volna mondjuk egy programot, és a teljes infrastruktúrát lefoglalta, mert akkor, hogyha a vize, egyéb minden más, ami ott van, azért az egy más valakinek tulajdonában, tehát egyeztetésre szükség van mindenféleképpen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt se ártott volna, és legalább javaslatot tenni, hogy tegyük át a következő testületnek. Köszönöm szépen. Erre is akkor hadd reagáljak. Tehát messze, nincs az a messze a szándék, és talán a képviselő asszony, a leendő polgármester asszony ott volt ezen a
bizottsági ülésen, ahol elhangzott, hogy nem azért került ez most a testület elé, mert mi még egyet szeretnénk itt ebbe beleharácsolni, hanem azért, mert a nevezési határidejük, nekik a pályázatuknak a határideje fognak kicsúszni, tehát kénytelenek voltunk úgymond ezt a már, mert nekik szeptember 20-áig be kell adniuk, tehát még éppen, hogy csak a határon vagyunk, hogy ők ezt választ megkapják tőlünk. Tehát ezért. A másik, azzal messze egyetértek a Györvári úrral, hogy 2026 az nagyon messze van, és lehet, hogy 2026 tavaszán már egész más lesz mondjuk a vásártéren. Bármi előfordulhat, esetleg már nem is lesz a város tulajdona, mert befektetőit megjelenik, tehát azért mondom, ez messze van. Azzal a résszel, hogy egyeztetni kell a vállalkozói központtal, azzal ne haragudjon, azzal viszont abszolút nem értek egyet, hiszen a vásártér az a Szentőrinc város önkormányzatának a tulajdona, és amennyiben a vállalkozói központ bármiféle kis elgondolása vagy ötlete van, akkor keresse meg, és eddig nem történt ilyen tudomásom szerint, Szentőrinc város önkormányzatát, hogy ő neki a mi tulajdonunkon milyen elképzelése vagy ötlete van. Mi nem használjuk, és gondolom, hogy ugyanúgy, és tettem, ugye volt egyeztetés, a 2024-es meg a 23-as alkalommal az ebtenyésztők elnöke külön megkereste Vég Gábor urat, és vele egyeztetett a, nevezzük így a hangárról, meg a kistermelők házáról, hogy ő nekik ott milyen igényeik és szükségleteik vannak, majd a hadd nevezzem így a legelő részt, tehát a zöld területre, pedig a Szentfüncváros önkormányzatával külön-külön, majd együtt is megbeszéltük. Tehát amennyibe ezt gondolom ők lefolytatták mindkét féllel, ugyanúgy, mint az eddig időszakban. Én egy kicsit a távolság miatt, az idő messzesége miatt azért én egy kicsit bizonytalan vagyok, és nem akarok itt jó tanácsot, mert azért lesz itt sok okos ember a következő időszakban is, de egy olyan szerződést kell majd kötni, hogy nehogy valami kártérítést kérjen az ebtenyésztők, hogy nekik szerződésük van, és menet közben, nem tudom, én most mondok valamit, egy logisztikai központ van a helyén már, és ők nem tudnak ide jönni. Tehát ez biztos, hogy ezt valahogy ezt rendezni kell, de a másik az, hogy a vállalkozói központ pedig eddig bennünket még nem keresett, de bármikor azt gondolom, a következő testület is nyitott ilyen irányú megkereséssel. És amikor ezt el szoktam mondani más területén, akkor azért itt is elmondom, hogy én azért a tavalyi évben már nem fogják, én nem fogom tudni rajtuk behajtani, elmondtam az ebtenyésztőknek az elnökének, hogy volt itt egy-két év, amikor azt mondja, hogy ilyen bemelegítéssel itt voltak. Most már kinőtték magukat, ők bevallják, hogy szívesen jönnek ide. Ők szeretnének jönni, és nem eljutottunk arra, hogy nem mi szeretnénk, hogy jöjjenek, hanem ők szeretnék, hogy jöhessenek. Azért ez nem mindegy. És azt mondtam, hogy innentől én szeretném, hogyha a város nem csak úgy, hogy de jó, hogy itt vagytok, meg jó hírünket viszik, hanem anyagilag is. Hiszen azért itt a kutya kiállításra jövők, azok azért minimum olyan 5-6 ezer vagy attól függ, mikor nevez, akár 15 ezer forintos nevezési díjat is be kell fizetnie. Ez azt jelenti, hogy ez 1000 kutya esetén, ez 15 millió forint, amit befizet. Tehát biztos, hogy van nagyon komoly kiadás is, de azt gondolom, hogy itt ugyanúgy, mint más területeken, amikor elmondtam, partnerként, gazdasági partnerként is kell, hogy a tulajdonost kezelje az éppen a bérlő, vagy azt mondja, hogy nem, én inkább fizetek többet a területért, vagy nem kérem ingyen, de valamiféle ilyen egyeztetés az gondom lesz, de mondom, nem akarok ebbe beleszólni, hanem remélem, hogy egy sikeres kiállítás lesz. Nem is akarok, akkor itt a Györvári úr már visszaadja nekem a szót, és de meghallgatom a megjegyzését, nem, akkor köszönöm. Akkor nem rébuszokba beszélek, azt gondolom, hogy volt olyan időszak, amikor a vállalkozói központ egy rossz szerződés miatt milliókat tudott zsebretenni, az önkormányzatnak pedig maradt az, hogy erkölcsi értékelet. Köszönöm szépen. Mit képzeztek? Komolyan mondom. Milyen milliókról beszéltek? Kitett zsebre pénzeket? Miről beszélsz? Hát a vállalkozói központ igen, bérbe adta az önkormányzati területet, ami a szerződése volt. Hát ez mi az, hogy... Na jó. Jó. Ez egyébként most 10 nappal a mandátumot lejárta előtt. Akarsz még cirkuszt? Meg hogy csinálunk? Nem akarok jó? Én semmit. Akkor fejezzük be. Most fejezzük be. Jó. Ennyi. Köszönöm. Egyéb mást akkor nem kíván mondani, Gyurvár. Jó, köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy igen, voltak korábban is olyan szerződések, amik nem biztos, hogy anyagilag a város javát. Az ugyan a jó hírnevét vitték, de ott is azt mondom, hogy igen, tehát ez fönnállt, hogy a bérlő és az ingatlanokkal rendelkező azért nem a, nem tudom én, a
nem akarok egy szervezetet, nem egy jótékonysági szervezet, gazdasági szándékkal. Folytatni akarod? Én csak befejezem a mondatomat, de átadom a szót akkor. Komolyan. Parancsol. Nem, semmi mondom, mert utána akkor máshonnan borítunk, de fejezd be, légy szíves, ennyi. Ezt az egész mondatot, és a gondolatsort is, ennyi, köszönöm. Én is köszönöm szépen, ha nem kíván más mondani, akkor szavazhatunk, vagy illetve megbeszéltük. Jó, szavazunk, tehát aki egyetért azzal a 26-ra, biztos, bocsánat, Balatoni fel, ja, már szavaz. Jó, aki elfogadja, hogy ez a szerződés megkötésre kerüljön, akkor azt kérem, jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm, jelenlévők egyhangulag elfogadták. Következő 12-es, villamosenergia beszerzés 2025. október 1 és 2025. december 31 közötti időszakra. A következő, itt azért mielőtt az lenne, hogy erről miért kell, meg miért ez a testület és a polgármester a Koltai Péterben miért akar már beleszólni. Amikor a hivatal munkatársa megkeresett azzal, hogy a szerződést meg kellene kötni, akkor az első mondatom az volt hozzá, hogy ez az időszak, ez már abszolút kilóg az én mandátumomból, tehát bármiféle erre vonatkozó szerződéseket, vagy előkészítést, azt egyeztessen, legyen szíves a Vörös Sára leendő polgármesterasszonnyal, és amikor ő vele megtörtént az egyeztetés, mert ő esetleg máshogy szeretné, és még van erre lehetőség, akkor ez megtörtént, írásba, e-mail formájába történtek az egyeztetések, habár hogy a képviselőasszony elmondta a bizottsági ülésen, azért túl nagy mozgástér már sem neki, sem nekem mondjuk nem volt, tehát most egy olyan időszakban voltunk, majd a következőnél lesz a testületnek, illetve a polgármester asszonynak nagyobb mozgástere. Jegyző, ehhez esetleg valami kiegészítés. Köszönöm. Elnök úr. Ott ez fölmerült egyébként kérdésként valóban, hogy akkor csak és kizárólag feltétlenül a megnevezettel kellene ezt a szerződést megkössük, de gyakorlatilag utána a bizottság ugyan nem egyhangulag, de amellett döntött, hogy akkor ezt elfogadja és javasolja elfogadásra a testület számára. Köszönöm szépen. Elnök asszony. A Humán Bizottság szintén megtárgyalta a határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés, parancsolj. Kisebb feszültségek is, meg majdnem problémák, de amit végül sikerült megoldani, de szerintem a jövőben itt a cég részéről is kellene egy olyan hatékonyabb együttműködés, meg tájékoztatás folyamatosabb, mint korábban. Köszönöm szépen. Egyéb, ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért a határozati javaslattal, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadta a testület. Jó. 14-es beszámoló az utolsó tájékoztatás óta történt változásokról folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban. A kolléganő megérkezett közbe, de azért én elkezdek egy-két dologgal, ami napi aktualitása van, majd akkor átadnám a szót, illetve hogyha kérdés van, akkor bocsánat, ő... 13-os napirendi pont következik. Ja, bocsánat, elnézést, leugrottam egyet. Előterjesztés az EFOP-os, azon hazavárunk esélyotthon fiatalok számára Szentlőrincen című projekthez kapcsolódó önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat 18 ütemének felhívás kiírásáról. Akkor itt alpolgármester asszonynak adnám át a szót. Köszönöm. Nem húznám túl ezt a témát igazából, ugye ez a szokásos kiírás, most megint 5 darab ingatlan kerül szabadul fel, üresedik meg, ebből 4 darab lakás, illetve 1 darab családi ház a Munkácsi utcába. Mivel ma határozunk róla, ezért egy holnappal kezdődő beadási határidő 10 napos, szeptember 30-ig, és egy évre szólna ismét a kiírás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ez a testület csak kiírja, és mivel ugye menet közben fognak majd utána lejárni, a következő testület pedig akkor valamikor, amikor ők úgy döntenek, Márton az első ülésén, akkor dönt arról, hogy a pályázatok közül. Ugye ez az a 12 lakás, amit annó betettünk ebbe a csomagba, ez a 12 lakás felújításra került, hátránya az önkormányzat szempontjából annyi, a sok előny mellett, hiszen bebútorozás, felújítás, azért több 100 millió forint volt ebben a pályázatban, amelynek egy jelentősebb része azért a lakások felújítása volt, hogy igazán azt vállaltuk be annak idején,
hogy a fiatalokat próbáljuk támogatni azzal, hogy Szentlőrincen telepedjen le, és egy évig, vagy esetleg, hogyha az úgy adódik, akkor 1+1 évig lakást biztosít neki a város azért, hogy ő itt erősítse a várost, és esetleg jól képzett, vagy hiányszakmával rendelkező fiatal tud beköltözni, ugye akkori szándékaink szerint. Itt azért elég nagy volt a szórás, volt, amikor egy-egy lakásra nagyon sokan jelentkeztek, és valóban olyanok, akik azt mondom, hogy nehéz volt választani, és azért sajnos olyan is előfordult, amikor azért volt nehéz választani, mert egyesek összekeverték a szociális bérlakás programmal, tehát ez nem szociális bérlakás, hanem elsősorban a tehetséges fiatalok helyben tartása és segítése, hogy mondjuk egy évig azért a mai számok mellett, ma azért egy szentlőrinci albérlet az minimum olyan 60-70 ezer forintról indul, és attól fölfelé, tehát ez azt jelenti, hogy egy év alatt egy közel 1 millió forintot tud a fiatal pár megspórolni, és utána megerősödve tudja a következő évet elkezdeni. Akkor ez bizottság tárgyalta a napirendet, Földvári úr, öné a szó. A bizottság megtárgyalta és egyetértett a felhívás kiírásával, és javasolja a testület számára elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság szintén megtárgyalta az 5 lakásnak a kiírását, és javasolja a testületnek az elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel esetleg a kiírással kapcsolatban. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, aki egyetért ezeknek az említett lakásoknak a kiírására, a nevezett feltételekkel, azt kérem jelezze kész felemeléssel. Köszönöm szépen. A testületi tagok egyhangulag elfogadták a kiírást. Köszönöm. Akkor most következik a 14-es, mert az előbb átugrottam itt ezt véletlenül. Tehát akkor most jön az, hogy beszámoló az utolsó tájékoztatás óta történt változásokról, a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban. Menet közben a legutolsó ülés óta azért több pályázat, azt mondom, hogy talán révbe ért, hiszen pont a tegnapi napon történt a műszaki átadása azoknak az utak, amiket az elmúlt időszakban hát zömében leaszfaltoztunk. Ugye ilyen volt a Deák Ferenc utca, ami emlékeim szerint olyan közel 700 méter hosszan került újraaszfaltozásra. Itt voltak némi fennakadások, hogy a behajtóknak az aszfaltozása, de azt gondolom ez végig megoldódott, és azok a behajtók, amiknek szilárd burkolata volt a behajtó, nem csak egy szórt kő, ott akkor ez megtörtént, ahol maga a kapu beálló a híd szintén mondjuk csak kővel van leszórva, vagy ne adj Isten fagerendákból volt, ott nem történt meg az aszfaltozás, hanem ott a kőzuzalékkal lett ez a kis szintkülönbség tisztázva. Tehát Deák Ferenc utcán végigértünk, szintén azért kicsit húzódott az elmúlt időszakban, hiszen ugye újabb és újabb problémák vetődtek fel a Megye utcába. Ez különösen azért volt probléma, hiszen az óvodának a megközelítése azért az a most szeptember 2-a után ez külön egy fontos dolog. Tehát a Megye utca is elkészült a Nyárfa utcába egy rövidebb szakasz, ami igazán egy forduló és egy kis nyúlván, az egy ilyen 80 méteres javítás volt. Deák Ferenc volt, a Bányász utca, ami szintén azt gondolom, hogy egy hosszú ideje váratott magára, és volt egy olyan utcánk, ahol úgymond a nem újra aszfaltozás, hanem az aszfaltozás történt meg, ez pedig azt jelenti, ugye, hogy az Árok utca, ami nem volt aszfaltos utca, talán az egyetlen a belterületi részünkön, ennek is megtörtént a leaszfaltozása, a megfelelő vízelvezetése, úgyhogy egy 30 éves tartozást tudtunk az ott lakóknak biztosítani, hiszen ott már azért kb. 30 éve megépültek azok a házak. Tehát ez elkészült. A többi pályázatunk ugye van, ami menet közben azért itt egyeztetéseken van. Ilyen például ami kicsit azt gondolom, hogy most már nagyon, nagyon csúszik, és most már engem is már nagyon idegesít, van több ilyen pályázatunk. És itt szeretném elmondani, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, és azóta már a városból is jöttek vissza a hírek, és gondolom nem csak hozzám, azzal, hogy a város elvesztett több százmillió forintos pályázati támogatást, és elbuktuk a pénzeket. Én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy került ilyen hír bárkihez a városba, hiszen ez nem igaz. Ezt nyugodtan mondhatom, hogy nem arról van szó, hogy elvesztette a város,
hanem a magyar állam, pontosabban az állam kincstárhoz kerültek vissza azok az előlegek, amik nem kerültek még felhasználásra. Ezek visszautalásra kerültek. Most a legegyszerűbben csak úgy tudnám megfogalmazni, ezek olyan pénzek voltak, amik az önkormányzat számláján, elkülönített számláján volt, más célra, semmiféle más célra nem lehetett felhasználni, és még nem is kamatozott. Tehát tudtuk, hogy itt van hát mint hogyha a fiókba lett volna, meg körbe ugyanannyit hozott, itt volt a számlán, de csak tudtuk, hogy jó, majd ha épül az út, meg épül a buszforduló, meg a kerékpárút, akkor majd ebből fogjuk, vagy a vízelvezetés, akkor ebből fogjuk tudni kifizetni. Azt azért hallani, nem rossz indulat talán részemről, állami költségvetésben van némi hiány, lehet, hogy az állami költségvetés lazábban tud kezelni, átcsoportosítani összegeket, mint mondjuk a Szentlőrinci önkormányzatnak a kötelezettségei. Tehát ezeket nem csak Szentlőrincről, hanem mindenhonnan, ezekről a településekről, szervezetektől visszavették, átrakták az ő fiúkjukba, hogy mondjuk mondta, hogy náluk talán jobb helyen van, de már is ugye megkaptuk azt a levelet, hogy azokat az összegeket, amit ebből ugye, mert még nem értük el a 10%-ot a felhasználásból, azokat az összegeket, amiket eddig kifizettünk, azokat már is vissza fogják utalni, nem fogja érni kár az önkormányzatot. Azért teszek egy vesszőt. Abban az esetben, amennyiben ezeket a pályázatokat tovább viszi az önkormányzat. Tehát természetesen, ha bármikor valaki majd úgy dönt, hogy köszöni, ezt mégsem kívánja megvalósítani, de jelenlegi feltételekkel, ugye ez nem szánt, vagy hát a következő testületre nem tudok nyilatkozni, de hát ezt még nem hallottam, hogy ilyen felmerült volna, tehát ezek a pénzek felhasználhatóak és igényelhetőek. Egyébként ez a rendszer korábban szintén ugyanezen kormányzat alatt, de egy korábbi időszakban úgy működött, hogy valóban csak mindig egy kisebb előlegeket és nem a teljes összeget utalták át az önkormányzatoknak. Tehát azért mondom, hogy talán ez az oka. Az egyik ilyen, ugye ez egy vízelvezetési projektünk, az Arany János utca, nem az Arany János, a Liszt Ferenc utca, illetve az Arany János utca területén is. Én azt gondolom, hogy ez a mostani villámárvizek esetén, még Szentőrinc egy szót se szólhat, hogy elnézünk itt tőlünk nyugatabbra, akár Csehországba, vagy Ausztriába, hogy milyen állapotok vannak, vagy az országhatáron belül, mondjuk a Duna mellett, akár Győrtől indulunk most már Budapest felé, tehát a Duna parti településeknél azért igen kritikus a helyzet, szerencsére nálunk azért ennyi nem, de a villámárvizekre föl kell készülni, hiszen Földvári úr is, és többek emlékeznek rá, amikor a Bükösdi víza, nevezzük Mózsa, majdhogy nem elöntötte a városnak azt az alsó részét, sőt volt olyan, amikor el is öntötte. Tehát ezek olyan projektek, amiket mindenképpen meg kellene valósítani. Fölmerült a bizottsági kérdéseken, vagy a bizottsági üléseken azok a kérdések, hogy ezek miért nem lettek elköltve ezek a pénzek, hát mire várt az önkormányzat. Erre azt hiszem, hogy megkaptuk a választ a pályázati referensünktől. Ennek az az oka, hogy a jogszabály és a valós élet az nem mindig van összhangban. Tehát ezek a pályázatoknál az előkészítésre van egy rövidebb időszak, és a megvalósításra egy hosszabb. Tehát még messzeben vagyunk abban az időszakban, hogy mi ezt a pénzt elköltsük, és megvalósítsuk a pályázatot, csak a tervezésnél ugye azért volt némi, már a mi tervezésünkben volt némi csúszás, és a hatósági engedélyeket is lassabban kaptuk meg. Például, hogy mondjuk egy konkrét mondjak, a buszforduló esetében ugye van egy projektünk, ugye az egyiknél a buszforduló az Eszterházi mellett egy vizes blokkal megerősített, idéző megerősített busz megálló, tehát most már nevezhetjük azért busz, hát ez nem egy sima megállóról van szó. Ez egy pályázatban van a Tartsa pusztától a Szabadszent királyi elágazóig vezető kerékpárúttal. Tehát azért, mert a Mecsek erdő ZRT-vel, aki állami erdőket, állami területeket kezel, nem jutottunk nagyon gyorsan, de ez nem egy egyedi eset, mert őnekik is Budapestről és azért különböző hatóságoktól kell engedélyt kérni, ezért a projekt másik fele is állt. Illetve a közbeszerzésnél is voltak olyanok, hogy most egy legyen, kettő legyen, egy lesz, de az mégiscsak valamilyen szinten kettőnek számít, ne egy terv legyen, hanem mégiscsak kettő legyen.
Tehát ez a hatóságoknak 60 napja van válaszolni egy-egy felvetésre, vagy egy engedély kiadására, tehát ezzel azért jelentősen mennek, de még emellett is azt gondolom, hogy ezek a csúszásokban azért van emberi hiba is, akár nálunk is, akár pedig a projekt menedzseri feladatokat ellátó megyei önkormányzati hivatalnál is, hiszen ők azok, akik ugye mint konzorciumi partner koordinálják ezeket a pályázatainkat. Tehát azt mondom, hogy ezek is itt vannak. A többi, tehát van még jó néhány pályázatunk, még egyről azért szeretnék beszélni, mert hát ha többet már nem lesz erről alkalmam, és azt gondolom, hogy itt is szeretném megemlíteni, hogy a Bóka Virág kolléganő azt gondolom, hogy oroszlán része van. Most azt mondom, hogy a munka 80%-át ő is, a kollégái, és nem politikai támogatás, meg most nem, tehát még nem is testületi, meg a polgármester érdeme, hogy beadásra került ugye egy 500 milliós pályázat, ami arra ad lehetőséget, amire azt mondom, hogy több mint egy évtizede vár Szentlőrinc, talán két, a kettő még nincs, de több mint egy évtized az már egészen biztos, hogy megvan. Tehát 15 éve, hogy még több ingatlant tudjunk a fűtő, a melegvíz hálózatra rákötni, és a svájci alapnál sikerült beadni egy pályázatot, aminek az az eredménye, hogy közintézményeket tud rákötni, és akkor most azt nem tudom, hogy most mit mondjak egy szót, mert nem a város tudja rákötni, mert a maga a melegvíz nem a városé. A hálózat szintén nem a városé, a város pályázhat, és elsősorban olyan közintézményeknek a bevonása, ami szintén nem a városé. De mégis az előny az itt marad a városba, és azok a közintézmények, mondjuk az Újhelyi, ami a minisztériumhoz tartozik, és a minisztérium fenntartásába van, de az, hogy ne gondolkodjon azon Budapesten a minisztériumban valaki, hogy talán meg kellene szüntetni, vagy tegyük át máshova, lehet, hogy amennyiben a rezsi költségei jelentősen tudnak csökkenni, akkor az Újhelyi még évtizedek múlva is egy iskola lesz Szentlőrincen. Tehát ebben nagyon sok munkája van a kolléganőnek, illetve a kollégáinak is, de zömében azt gondolom, hogy neki, és remélem, hogy ez az 500, nem remélem, azt nem merem mondani, hogy tudom, de azt merem mondani, hogy nagyon jó esély van arra, hogy ez a pályázat néhány, hát ha nem is nap, de néhány héten belül, egész biztos, ugye azt ígérték, hogy október közepén elbírálásra kerül, nagyon jók az előrejelzések irányunkba, hogy ez meg lesz, és annak pedig nagyon remélem, hogy ahogy mi annak idején, hiszen itt azt mondom, hogy mi nálunk van ez az 500 millió, és amikor én évekkel ezelőtt ugye a Bokorovics Balázshoz mentem Budapestre, hogy jó lenne, hogyha valami pályázattal akkor itt indítsuk el, és legyenek még újabb intézmények, akkor az volt a Panergy-nek a hozzáállása, hogy ő ezeknek nagyon örül, akkor éppen 50%-os támogatás volt. Azt mondták, ez nagyon jó, de várjuk meg, és majd akkor térjünk vissza rá, amikor 100%-os lesz. Hát én akkor ezt úgy vettem, hogy na, erre sok remény nincs, ez a hozzáállás engem azért nem nagyon dob föl, és lám-lám, lőn csoda, megvan a 100%-os, ugyan csak önkormányzatoknak, csak közintézményeknek a rákötésére, de ha rá tudjuk kötni a Kodolányi utcai egykori iskolát, ma is azért részben iskola, a Kodolányi utcai épületünket, az Újhelyit, az idősek otthonát, ami azért a miénk, az ifjúságúti iskolát esetleg, vagy még tudunk bővíteni, akkor azt gondolom, hogy ez nagyon erős lesz. És azt szeretném majd kérni, nem merek én már javasolni, mert hát, ha Győrvári úr, akkor megsértődik, de azt szeretném kérni, hogy amikor majd a Bokorovics Balázs jön Szentlőrincre kérni a szentlőrinci önkormányzattól, hogy ő szeretne társ lenni, mert nem ő hozza, hanem a Szentlőrinc városa hozza a lehetőséget neki, és ő ajánlja majd remélem föl minél nagyobb szeletet ebből a tortából a szentlőrincieknek, akkor azt gondolom, hogy remélem, hogy egy olyan jó szerződés lesz majd megkötve, ami a következő évtizedekre meghatározó lett. Tehát azért mondom, hogy ez egy majd már kipipált, de nagyon remélem, hogy a cél előtt vagyunk, és ez néhány hét múlva valóban meg lesz. Ezt még szerettem volna elmondani. Kolléganő, valamelyik, ami esedékes, hogyha arról tudna szólni, vagy néhány szót. Annyi, 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 annyi.
hozzáfűzést tudok mondani. Valójában, hogy közben egyeztettünk a visszafizetés, előleg visszafizetés kapcsán a megyei önkormányzattal, hogy mi volt itt a probléma, és ők annyit mondtak, hogy gyakorlatilag az az alapvető probléma mindezeken túl, amit a polgármester úr elmondott, hogy a jogszabály, ami szabályozza ezeket a topos pályázatokat, és a pályázati felhívás ellentmondásban van egymással. A jogszabályban, a 256/2021-esben az van, hogy 1 év 10 hónap, a pályázati felhívásban pedig 18 hónapot adnak például előkészítésre, és nincs benne ez a 10%-os egyéves szabály. És ők nyilván a menedzsment a pályázati felhívás alapján dolgozott, egyeztetve folyamatosan az államkincstárral. Ők jelezték ezt a 10%-ot már áprilisban az államkincstárnak, és az államkincstár akkor rendkívül megengedő módon azt javasolta, hogy mivel még ilyen fázisban vannak ezek a projektek, ezért ne adjanak be senki fizetési kérelmet, semmit, majd akkor, amikor eljutnak olyan szakaszba, hogy van is értelme beadni. Tehát egy kicsit ezek a körülmények is vezettek oda, hogy gyakorlatilag effektív vissza kellett fizetni egy olyan előleget, amit igazából, ahogy a levélben is látták, a kiegészítő tájékoztatóba vissza lehet igényelni. Ma szintén nem egy önkormányzattal az előleg igényes kapcsán egyeztettem, és ők azt javasolja a megye, és közben a Túri Ákosékkal is a közbeszerzővel, hogy ugye a csapadékvizes pályázatunk, mind a két csapadékvizes pályázat szerzési eljárás lezárása előtt van. Szeptember 4-én ajánlattételi határidő volt. Addig beérkezett, azt hiszem az egyik eljárás a 11, a másik eljárás a 12 ajánlat, 60 nap van a bírálatra. Ez a 60 napos bírálat után a közbeszerzőnek kötelessége felszólítani az ajánlattevőket arra, hogy fenntartják-e az ajánlataikat, avagy sem. Ebben az időpontban lehet, hogy a három legolcsóbb azt mondja, hogy most már nem vállalom, mert ugyanennyiért ezt a munkát, és visszalép. De a lényeg az, hogy eddig a 60 napig itt megtörténik egy felszólítás, az a kockázat, hogy lehet, hogy 3-4 ajánlatő visszalép, de utána még mindig van az önkormányzatnak talán 90 napja, hogy eredményt hirdessen. Tehát, és közben megtörténhet az előlegi igénylés, visszaigényelhetjük ugye úgy tűnik, hogy részenként az előleget, tehát tudja az önkormányzat majd ilyen értelemben finanszírozni. Tehát most majd azt kell, és azt javasoltam még a megye, hogy meg mi is erről beszélgettünk itt a pénzügyes kollégákkal, hogy egy ilyen likviditási tervet fel kellene, vagy ütemezést ki kellene majd dolgozni, hogy mikor tudunk leszerződni, mikor tudunk, mikor igényelünk előleget, mikor érkezhet meg az előleg, és mikor kell nekünk a vállalkozó felé fizetni az első 5%-os előleget. Tehát most jelen pillanatban a megyenek is az az álláspontja, a közbeszerzőnek is, hogyha esetlegesen úgy döntenünk, hogy felelősen nem írja alá a vállalkozói szerződést az önkormányzat, lehetőség van eredménytelenné nyilvánítani az eljárást. Tehát ezt a kérdést is körbejártunk, de a közbeszerzőnek is az a véleménye, hogy azért legyünk egy kicsit türelemmel, és legalább ezt a 60 napot várjuk ki, azaz november elejére valószínűleg tisztázódni fog az is, hogy és milyen formában lehet az előlegeket visszaigényelni, mert nem az lesz az eljárás, mint a korábbiakban, hogy egyszerűen EPTK-n beadunk egy ilyen kis kérelmet és kész. Ennyivel tudnám itt kiegészíteni még az elmúlt két. Köszönöm szépen akkor Virág a kiegészítést. Addig, amíg itt hallgattam, tehát azért mondom, hogy tehát nem arról van szó, hogy elbukott a történet, hogy küzdeni kell érte, hát azért mondom, hogy feladat van, de aláírt szerződésünk, és hogy elmondta ön is, meg a megyei szakemberek is elmondták, a pénzünk megvan, csak máshol vigyáznak rá, tehát az állam vigyáz rá. Addig menet közben azért hadd mondjak még egyet, ugye szeptember elején átadásra került az Arany János utcai óvoda,
tehát ott a gyerekek aznap már birtokba is vették, használták, vagy hát ott vannak az oviba. Jövő hétfőn pedig a bölcsödének az átadására fog sor kerülni. Tudomásom szerint a mai napon az összes eszköz megérkezett a bölcsödébe, tehát van egy újonnan épült épület, teljesen berendezve, és most már csak, szintén, amit az előbb mondtam, de hát azért itt is vannak 30 napok, meg többször 30 nap, hogy csak a hatóságokon múlik az, hogy az első bölcsödés gyerek mikor lépheti át a küszöböt, de remélem, hogy ennek minél előbb meg lesz az eredménye. Az óvodához visszakapcsolódva még egy dolog, ugye itt azért ezt fölvetettem az augusztusi időszakban, amikor ugye én is többet jártam ott, hogy meg a szülők is azért észrevették, hogy az óvoda udvarának körülbelül az egyharmada az átkerült úgynevezett bölcsöde udvarra. Korábban, amikor még a régi kis bölcsödei csoport volt, akkor ennek az udvarnak a töredéke volt elkerítve a 14 vagy 10 bölcsöde, akkor még 10 bölcsödésnek. Itt fölvetődött az a probléma, hogy lehet, hogy újabb területekre lenne szükség. Itt az előző beszélgetésekben meg is kaptam a kérdést képviselőtől, hogy hol tart ez az ügy. Én elmondtam, hogy az óvodának a szomszédos telkén lévő kert, tehát konyhakert részt sikerült megegyezni a tulajdonossal, hogy ez a kb. 350 négyzetméter ez bérbeadásra kerül az óvodának, tehát az önkormányzat bérli, hogy az óvodásoknak azért egy nagyobb hely legyen, és ez nagy valószínűséggel néhány hónap múlva, ez már alkalmas is lesz, hogy nem egy ilyen sártenger, egy konyhakertbe szaladgálnak ott a gyerekek, hanem egy füves részen tudnak majd a gyerekek, és egy nagyobb területen az a 70-75 gyerek, aki ebbe ez a három csoportban jár, ugye az Arany János utca óvodába, ez mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Az utakról beszéltem, még a keleti városrész, ugye ez a benzinkút mögött, aki jön be a városba, vagy jön haza, az láthatja, hogy azért ott jelentős munkálatok folynak, hiszen korábban nem kevés összeget átcsoportosítva, és ezt saját zsebből indítottuk azért jelentősen, telkek lettek kialakítva, és itt az ivóvíz és a szennyvíz hálózat ki lett építve, jelenleg az útnak a kiépítése folyik, ami utána, ha majd a gépek ott dolgoznak, remélhetőleg, ha ez elkészül, akkor újabb aszfaltúton megközelíthető és a közvilágítással is ellátott városrész kerül kialakításra. Azt gondolom, hogy itt is egy szép eredmény. A Tarcsapusztai kerékpárútról említettem, ami ugye a buszfordulóval együtt van. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének az átadása szintén megtörtént, ugye ez a kultúrházon történt beruházás, 200 millió forint értékben, napelem, hőszivattyú, födémszigetelés, fal, homlokzati hőszigetelés, új nyílászárók, tehát korszerű fa nyílászárók kerültek beépítésre, ez sem volt soha. Tehát volt próbálkozás, nem próbálkozás, hát volt arra példa az elmúlt időszakban korábban, hogy lelettek festve az ablakok, de pályázati forrás nélkül most se lett volna lehetősége az önkormányzatnak, hogy itt új hőszigetelt, korszerű fanyilázzárók kerüljenek beszerelésre. És szerintem, ugye van még egy, amit szintén kaptam telefont, vagy szoktak néha telefonálni, inkább gyakrabban, mint ritkán, ez pedig a fönn a szőlőhegyi utaknak a helyzete. Én elmondtam, és itt is elmondom, de a képviselők azok tudják, hogy ugye mindhárom útnak a felújítása, tehát az alsó, középső és a felső útnak a felújítása is nem csak, hogy be van elképzelés, hanem a tervek elkészültek. Itt a tervezés módosítása, az átalakítása miatt ugye, és a közbeszerzés lassúsága miatt, tehát azért most már tudomásul kell venni a lakosságnak is, hogy a minden közbeszerzésen megy keresztül, ennek vannak előnye is, hiszen van, amikor jobb ajánlatot kapunk, de itt az időt azt mindenképpen ki kell várnunk. Jó, ennyit szerettem volna, és akkor még akkor Virág, öné a szó. A külterületi úttal kapcsolatban járgrabban a közbeszerzési főosztálytól kértünk állásfoglalást fizetési határidőkre tekintettel, tehát erre pont ma írtam a
ismét az osztályvezető úrnak és a ott egy kollégám nőjének, hogy legyenek szívesek válaszolni a kérdésünkre, hogy elfogadják a 90 napos fizetési határidőt. Ugye ez a likviditása miatt fontos az önkormányzatnak. A másik pedig az energetika kapcsán a kolléganő a művöldési ház felújítására vonatkozóan egy képzési anyagot állítatott össze, tehát azon túl, hogy ugye fel lesz újítva az épület, a karbantartók és egy pár szakember, illetve az épület használó is ismerni fogják ezeknek a rendszereknek a működését. Tehát hogy tudom, hogy most ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy a radiátort hogyan kell felkapcsolni, de azért ott lesznek olyan beépített hűszivattyú, meg stb., aminek az alapműködését is ismerni fogják az ott dolgozók. Tehát a hiba lehetőséget próbálja a kolléganő minimalizálni gyakorlatilag ezzel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kérdés, vagy bocsánat, először a bizottság. Tehát a pénzügyi bizottság legalább ilyen részletességgel megtárgyalta ezt a napirendi pontot, és megkaptuk a megfelelő, megnyugtató válaszokat. A bizottság elfogadta, és a testület számára elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Humán bizottság elnök asszonya. Igen, a Humán bizottság is megtárgyalta, és a felmerülő kérdésekre a pályázati referenstől kiegészítő válaszokat kaptunk, és ezzel együtt elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérdés, balatoni képviselő úr. Hát tegnap a Megye utcán végig sétáltunk. Hát a Megye utcának a kezdeti szakasza, hogy az óvodától elindulunk, olyan keskenyre sikeredett, hogy két autó nem fér el egymás mellett. Most már most is látható, hogy a valószínű szembe találkozott autók miatt letértek arra a friss földdel feltöltött részre, még keréknyomot hagytak, illetve a kerékre rátapadt sarat fölhordták az útra. Tehát keskeny az az út, nem tudom, hogy ki mérte föl, vagy hogy mondjuk nekem ebben szélességben, keskeny. A csapadék víz elvezetés, örülök ezeknek a csapadék elvezető rendszereknek, de ha a fő vízelvezető rendszereket nézzük, ugye a cselek, illetve a mellette lévő árok, ami a fő elvezető, illetve a másik város részen, város másik oldalán lévő nagy árok, amit újfent ezek a hajtások teljes mértékben benőttek teljes hosszába. Ha egy most szerencsénk volt az esővel, mert egy rettenetesen kiszáradt talajra egy lassú, szép, csöndes eső jött, amit el is nyelt. Annyira elnyelt, hogy még a városban lévő árokban se lehet vizet látni, úgy elnyelte. De ha ebben az árokban, ezzel a fákkal, meg a ilyen kis hajtásokkal benőtt árokban, hogy ilyen kaszálékot, vagy valamit, egy nagy viharos eső besodor, az első része már olyan gátat képez, hogy újra árvíz lett. Tehát nem tudom, tudom, ez már többször volt tisztítva, de újra és újra benől, valamit ki kell találni vele. Azon felül, ha tovább megyünk ezen az árkon, akkor az ipari útnál, ahol emlékszünk rá, még a Gábor is, meg a Győrvári úr is, hogy korábban ugye ott volt egy nagy probléma, hogy akkor csak egy áteresz volt, és az is eldugult, és ezért tolódott fel a József Attila utcáig az esővíz, és ott elöntött az alsó részt. Most újfent, ha megnézi valaki, én már ezt korábban egyszer a problémát megemlítettem, újfent arra jártunk biciklivel, és megnéztem, tehát nincs kitisztítva az északi oldalról ennek az átfolyónak a nyílása, ott minden isten nyíl a gaztól kezdve, minden, ugyanaz a korábban, ami ott volt, az a forgószék, az most eltűnt már onnan, de van egyéb olyan dolog, tehát ott feltétlen ki kéne pucolni, mert ha máshol nem is, ott tuti, hogyha egy olyan viharos eső jön, ami korábban is előfordult nyári időben, amikor esik az eső, úgy Isten igazából. Tehát ott biztos, hogy megint dugó keletkezne, és a csapadékvíz följön egész a József Attila utcáig és azon felül. Tudom, hogy ennek az ároknak a, hogy is mondjam, bokormentesítése nem egyszerű történet, mert ha kivágják, egy év múlva újra kihajt az egész, valami olyan történetet kéne kitalálni, nem tudom, egyszeres, vagy nem tudom mit csinálni, hogy ezek a hajtásokat ne lepjék el évről évre, mert gyakorlatilag a víz szabad elfolyása akadályozódik.
A kerékpárúthoz meg annyit tudnák hozzá, ugyan a bizottsági ülésen is elmondtam, és a polgármester úr meg is válaszolta, hogy a Szabadszentkirály úton lévő busz megállóra tartsaiak, hogyha gyalogolnak be, de én azt szeretném elérni, hogyha egyszer már Magyarországon is valahol lenne olyan kerékpárút, hogy valahonnan valahova el lehet jutni. Nem csak ilyen, hogy 2-3 kilométert megyünk jobbra-balra, mert ilyenek vannak bőven, csak most ha azt nézzük, hogy Pécsről is szinte nem lehet kerékpár úton sehova eljutni. Pelérdig el lehet jutni, hála Istenem, Mecseken köröztül sikerült a legnehezebb szakaszt megcsinálni, ugye Orfőre, de ott is problémák vannak állandóan a falevelek miatt, stb. Stb. Tehát tudom, hogy ez csak egy dolog kell, pénz, semmi más. A jó akarat, én úgy gondolom, a Nagy Csaba képviselő részéről is megvan, mert ő is egy régi öreg biciklis. Tehát jó lenne, hogyha ez ügybe is tudnánk majd most már előre lépni. Én magam részéről örülnék neki, mint kerékpáros. Köszönöm szépen. Ez azért annyit mondjak hozzá, hogy azért több ilyen egyeztetésen vettem én is részt, és többek között a Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr is, még megyei közgyűlés elnökként is volt tájékoztatója annó, hogy hálózatba gondolkozik azért a kormányzat, meg a fejlesztés, és ugye itt is az ormánságtól elindulva, tehát most ha azt veszem, akkor Szentlőrincre a Drávaparttól végig el lehet jutni, tudomásom szerint, Szentlőrincen keresztül Tarcsapusztáig már eljutunk, ez a szakasz megépül, akkor ott vagyunk már a Szabadszentkirályi elágazóba, és valóban, tehát ahogy ön is említette, tehát ki lehet jönni Pelérdig, és akkor ott ez az Aranyosgadány, Zóki részen, ez már csak festék, úgymond, de nem is biztos, hogy mindenhol külön meg kell építeni, vagy azt mondom, hogy igen, a Balatonparttól mondjuk a Siófokról elindulunk, és akkor ott vagyunk már mondjuk Som magasságában, ami egy 15 kilométer, de végig megy Ságvár-Somon keresztül mennek ezek a kerékpárutak, vagy Szigetvár felől Kaposvár irányába. Tehát valószínűleg azért ez tervszerűen működik, és össze lesznek kötve ezek a kerékpárút szigetek, azt mondom, hogy nem a legjobb szó biztos, tehát hogy megvannak, és egyszer majd csak el lehet végig jutni az ország bármely pontjából bármely pontjára. Én azt gondolom, hogy ezen megy a munka, és amikor én említettem azt, hogy ez a Szabadszentkirály elágazóba ott leszáll a tarcsai lakos, és jön be, tehát az egy életveszély, és a pályázatnál annak idején, mivel ez egy 4 számjegyű út, ez papíron, általában egy ilyen úton, hébe-hóba jön egy autó. Viszont itt ugye ez nem az a helyzet, a Lafarge-nak a megközelítése, vagy nem a Lafarge, most már Holci, a cementgyárnak a megközelítése a kamionok által itt jön, tehát ez egy biztonságot ad az ott élőknek, meg hát a nyugalmat a szülőknek, vagy a gyerekeknek, hogy igen, azon az úton tud bejönni. Tehát azért mondom, ezzel egyetértek, itt ezeket a programokat, én azt gondolom, hogy ez megy tovább a következő időszakban is. Máj Gábor képviselő úr. Feltétlenül kérem a pályázati osztályt, hogy ezt a két programot mindenféleképpen meg kell menteni, mert a városnak nagy szüksége van rá. És lenne egy kérdésem a topos útfelújítással kapcsolatosan. Az, hogy a Nyárfa utcába bekerült az a halomföld, meg kő, meg martaszfalt, az mikor kerül előnben? Most már nagyjából befejezte a jelen esetben a Strabag volt itt a kivitelező, hogy mikor szállítják el onnan hát tulajdonképpen tömelék. A következő, tehát a MART aszfaltról az van, hogy az ott lévő parkolóknak a felújítására van lehetőség. Ugye ez korábban, hogy ez miért oda került, meg hogy került oda, én is azt a tájékoztatást kaptam, hogy az egy helyrajzi számon történt. Történelem így van, egy helyrajzi számon volt, és a munkaterületen halmozta föl a vállalkozó, ezt onnan a környék, nem a környékbeli, hanem az ott lévő parkolóknak a feltöltésére lehet felhasználni, illetve a másik része, ami a nagyobb törmelék, ott ugye arról volt szó, hogy ez ugyanúgy, mint a Bányász utcába, ugye a Bányász utcai részről a MART aszfalt az elkerült Szigetvárra,
mert az a cég nem tudta a minősítést megoldani, már olyan gyorsan, hogy még egyik helyről lerakja a másikra. Ezzel szemben a Strabagnak a rendszere az meg tudja oldani, és ezért volt az, hogy nem elszállítja mondjuk Szigetvárra vagy Pécsre, hogy onnan majd akkor visszajön az anyag, hanem az az anyag, ami ott van, az már egy nem hulladék kategória, hanem építő anyaggá van minősítve, tehát az önkormányzat által felhasználható a parkolók vagy az ott lévő garázsok előtt lévő utaknak a megerősítésére. Az első mondatra azért hadd reagáljak, amit mondott a képviselő úr. Én azt gondolom, hogy valóban, tehát ha már rangsorolni kell, akkor az nagyon fontos, mert amikor látjuk a tévét, hogy elönti a házakat, akkor az a katasztrófa, és szerencsére nem mi lakunk mondjuk benne, nekem is ez jut mindig eszembe. Ezzel szemben azért az finomítást mondanék, vagy azért úgy kérnék. Tehát ezeket a pályázatokat szerencsére, amit ugye elmondott a megyei szakember, elmondott most a mi szakemberünk, ezeket a pályázatokat szerencsére nem kell megmenteni. Ezek a pályázatok ugyanúgy mehetnek tovább, ugyanúgy meg fogjuk kapni a pénzt, tehát ezek a pályázatok megvalósíthatóak. Tehát erre írásbeli, és hát szóbeli is, de hát a szó elszáll, írásbeli döntés van, hogy ezek a pályázatok, ezek a pénzek a Szentőrinc város rendelkezésére állnak a továbbiakban is, ha ezt jól értettem, vagy hát ez bizottságülésen is erről tárgyaltunk. Még egyet akkor mondja, Virág. Még ezzel kapcsolatban, tehát nem vonták vissza sehol a támogatási szerződést, nem. Tehát gyakorlatilag azt az előleget kérték vissza, de nem az történt, hogy akkor megszűnt hatályon kívül helyezték volna a támogatási szerződést, az ugyanúgy köti a bennünket is, és az államot is, tehát is ezeknek a projekteknek a megvalósítására. És a másik dolog pedig a Megye utca kapcsán, ma voltunk én a Bövék Danival, láttuk a problémát, hogy valóban nyomvályús, az utat nem lehet szélesíteni. Tehát az eredeti út is ugyanolyan széles volt, egyszerűen ahhoz, hogy ezt az utat kiszélesítsük, teljesen át kellene építeni az egész utcát. Ugye az egyik oldalon van a villanyoszlopsor, attól fél métert a jogszabályok szerint, meg a szabályok szerint az útnak el kell hagynia. A másik oldalon a zöld részben, ahol valaki levatonozik, tehát ott pedig olyan közművek futnak, amit csak úgy lehetne, ami fölött csak úgy lehetne út, hogyha vasbeton szerkezetet építenénk köré. Tehát most ugye a Megye utcában teljesen újra kellett építeni az utat, rétegrendeket, ugye egy fél méteres új út alap került kialakítása, ugye ahhoz, hogy ezt megcsinálják, ki kellett szedni mellette a földet. Most az a földet meg kell várni nyilván, amit kiszedtek, és visszaraktak, hogy megtömörödjön egy picit, és utána én a műszaki ellenőrrel fogok majd beszélni, keresni kell valami megoldást arra, hogy ott a főleg ott a kanyarban, meg picit talán följebb is, hogy ha visszatömörödik a föld, akkor mit lehet még oda esetleg kis követ, vagy füvet, vagy még földet majd tenni. Köszönöm szépen. A vállalás része. Igen. Köszönöm, elnézést. De azt gondolom, hogy a varázs szó, ami elhangzott, akkor azért erősítsük meg, tehát az út nem lett keskenyebb most, mint ami előtte volt. Tehát ez az út ugyanolyan széles, akkor is keskeny volt, most is keskeny, de hogy miért nem szélesebb, arra megkaptuk a választ. Tehát igen, mert nekem is tettek, hogy ha miért lett ez most keskenyebb? Nem lett keskenyebb az út az ugyanilyen maradt. Hogy valamelyik egyirányos ütene azt a részt. Kész. Ezt azt gondolom, hogy ez a következő időszaknak a feladata lesz. A problémát így van. De egyetértek. Köszönöm szépen. Bármelyik, igen, Vörös Sára képviselő szerint. Nagyon sok esetben elhangzott, hogy milyen hiper-szuper, hogy ezek a pályázatok megvalósultak. Mindig egy picit elfeledkezünk arról a részéről, hogy nagyon sok esetben igen sok plusz hozzáadott pénz kellett abból a keretből, ami a saját keretünk, és amikor arról szól a történet, hogy mit miért nem csinál meg pluszban a település, akkor nem árt, ha ezeket is elmondjuk, hogy egy pályázati, nyert pályázatnál
mi az, ami belefér, mi az, amit meg szeretnénk csinálni pluszba, és hogy mennyire, hogy mondjam, körültekintően járunk el annak érdekébe, hogy az a plusz, az mikor és hogy és miből valósuljon meg. Egy picit mindig úgy érzem, és ezt mondjuk már előző képviselőtestületi ülésen más képviselőtársam is jelezte, hogy fontos lenne, hogy ezek a pályázatok, amikor befejeződnek, akár az OVI-nál már az a megoldási rész is, amit a polgármester úr elővezetett, a bölcsödének akkor beszéljünk az átadásról és a többi, amikor holnaptól be tudnak költözni a gyerekek, de még nem tudnak. Tehát az az érzésem, hogy egy picit elé megyünk a dolgoknak, utána meg jönnek a problémák sok esetben a város lakói felül is, sok esetben joggal, és mindig csak futunk a dolgok után. És ugye többször itt elhangzott, hogy majd a következő testület, majd az már másnak a dolga. Nyilvánvalóan ez így van, csak azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor úgy kihangzik egy ilyen, hogy likviditási terv és a többi, akkor annak igen komoly következménye lehet aktuálisan, még egy 100%-ban lefinanszírozott, és még egy másik amúgy itt parkoló pénz esetében is a költségvetésre nézve. Ez az egyik probléma, vagy egyik felvetésem. Nem probléma, ez így van, ezzel nem nagyon sok mindent lehet kezdeni. A másik, ami ezekről a pályázatokról előkerült, amiket most ugye a pénzt vissza kellett utalni. A jogszabály ide vagy oda azokat a pályázatokat érintette, amelyek nem voltak 10%-os készültségi fokon. Ezeket kérték vissza, nem mindent mindenhol, ezeket kérték vissza, ezeket a pénzeket, ugye, amelyek itt voltak. Nyilvánvalóan az teljesen igaz, hogy ebből még nincs negatívuma az önkormányzatnak. Nem igazán tudjuk, hogy azok az előlegek, amiket aztán majd visszakapunk, azok milyen formában fognak megjelenni. A topos pályázatoknál pont az volt a szép a történetben, és tényleg lehet azt mondani, hogy lehet, hogy nagy luxus parkoltatni pénzeket, én is azt mondom, de az volt benne a szép, hogy itt folyamatosan mehetett az építkezés, és a többi, ott volt a pénz, ha ezt teljesítésigazolás, és a többi megvolt, azt ki lehetett fizetni, mert itt volt a pénz. Az a nem mindegy, hogyha ezt visszakapjuk, ezt a történetet, akkor ezt hogy kapjuk vissza? Hogyan jön az előleg, hogyan kell elkérni? Itt kell majd a következő testületnek, igen, odafigyelni nagyon, hogy ezeket a dolgokat hogy tudja megoldani. És nem feltétlenül biztos az, hogy azért lesz majd kénytelen prioritást, vagy egy sorrendet alakítani annak érdekében, hogy melyiket helyezzük előtérbe, és melyiket nem. Mert itt ugye három van, amit vissza kellett, és azért beszéljünk arról is, amit hál' Istennek nem kellett, az pont a keleti lakóparkos történet. Tehát azt is meséljük el, amire büszkék vagyunk, mert el sikerült érnünk azt a készültségi fokot, hogy ott ez nem játszott ez a történet. A másik kettőnél pedig az különösen is szomorúsággal tölten el, ha nem sikerülne, mert ahhoz volt igazából a legtöbb közöm, amit itt sikerült megnyerni a pályázatot, és igen, én is fontosnak tartottam, hogy a vízelvezetés nem egy egyszerű dolog Szentlőrincen, és nem csak itt vannak problémák, ahol most ezzel megoldódna, hanem hát ha a város lakóit kérdeznénk, hosszan tudnák sorolni, hogy még hol van nekik problémájuk, de nyilvánvalóan ezeket is majd igyekezni kell megoldani. Tehát ezeknél a dolgoknál azért fontos azt is megemlíteni, hogy igen, itt lesz, igen, nem vesztettük el, de nagyon sok feladat lesz azzal, hogy ezt úgy tudjuk majd felhasználni, ahogy mondjuk esetleg a mostani lehetőségek voltak rá, vagy jelentkeztek rá, és reméljük a legjobbakat, hogy ez így is fog történni. De ugye abban a pillanatban, ahogy már ez nem így tud történni, hanem máshogy tud történni, abban az esetben, ha ragaszkodunk, és nyilvánvalóan ragaszkodunk egy megnyert pályázathoz, mert azzal tudjuk valamelyest előrevinni a dolgot, nagyon kevés olyan szabadon felhasználható pénzünk van, hogy ebből ezt egyedül meg tudnánk oldani, akkor bizony az azt fogja jelenteni, hogy a saját pénzünkből kell megelőlegezni, nem a pályázati pénzből, és az bizony okozhat csúszásokat a következő költségvetési időszakban arra vonatkozóan, hogy mit tudunk megcsinálni, és mit nem tudunk megcsinálni. És azért szoktam én volt azt mondani, illetve én is, hogy azokat a dolgokat, amiket elkezdünk, azokat fejezzük be, rendesen fejezzük be,
véglegesre fejezzük be, nyilván nem olyan véglegesre gondolok, hogy az soha többet nem lesz semmi, de tudjuk azt mondani, hogy ez kész, ez rendben van, tovább lépünk, mert ha ide-oda vissza kell nyukálnunk, akkor ez is ugye plusz kiadást fog keletkeztetni, és azért szerintem nagyon sokszor el lett mondva, és aki követi a testületi üléseket, az nagyon sokszor szokta hallani pénzügyi osztályvezetőktől is, hogy amikor kimondják azt a marha nagy összeget, ami, abba hozzászokták tenni, hogy ezekbe a pályázati pénzeink, és a többi, és a többi, és a végén még az is esetleg kiderül, hogy mennyi a szabadon felhasználható rész, köszönő viszonyban nincs az összessel, tehát hogy ezeket mindig azért nem árt figyelembe venni, és ezeket a részeket is esetenként kiemelni egy-két beszámolónál. Volt rá kitérés most is polgármester úr részéről, nem azt mondom, hogy egyetlen egy esetben sem említette meg, és szót sem róla. Igen, de azért ezt figyelembe kell venni hosszú távon, hogy ezek ilyen költségeket is keletkeztethetnek a későbbiekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, balatoni képviselő. Árokrendszerű csapadék vízelvezetésnek a sarokpontja a királyegyházai sorompó melletti vasúti áterész. Korábban, amikor ott munkálatok folytak, akkor ott azt mondták a szakemberek, hogy ez a beton, ez nem egy zárt szelvényű beton, hanem egy ilyen U alakú. Ezt nem akarom elhinni, hogy a vasút ilyen felelőtlenül csinálta meg, hogy pusztán arra vékony talpakra támaszkodjon egy ilyen áteresz, és ott óriási terhelés megy. Szerintem ott az iszap alatt, ami nem lett ott a híd alatt kiszedve, ott kell, hogy legyen ennek a betonnak egy talp része. Na most ugye ez az a talppont az, ami meghatározza itt a kivezető résznek a talppontját, amihez kéne igazodni a árokrendszerű vízelvezetésnek. De nem kell messzebb mennünk, elég, ha csak a Hunyadi úton elindulunk, ott azt látjuk, hogy a hídrendszernek teljes széles választéka van. Van, amelyiken nincs luk, van, amelyiken van luk, van, amelyiken nagyobb luk van, és ott ugye a víz nem kép, már ott gond van, a Hunyadi úton. És akkor nem is mentünk tovább, ugye, hogy az árokrendszert valonnan elindulva úgy alaplépésen ki kéne szintezni. Ez a hülye víznek van az a rettenetes tulajdonság, hogy lefele folyik. Tehát ha nincs meg a lejtés, nem folyik le. Hát utóbbi időben, hála Isten, nem volt olyan nagy esőzés, hogy megállt volna, vagy nem folyt, de ezeket a problémákat előbb-utóbb meg kell oldani, ha bár ilyen száraz időszak következik eztán is, akkor okafogyott a dolog, de ebben nem lehet hinni, mert pár éve azt mondták, hogy a Balaton ki fog száradni, aztán összekiöntött a Balaton, ugye? Köszönöm szépen akkor a hozzászólást. Egyetértek, tehát a vízelvezetés az nagyon régóta, ugye még Lehmann úr szokta fölvetni, hogy na hát akkor jó, most már sokat hallotta, hogy akkor mi lesz, de akkor most akkor mi fog történni, és tényleg azt mondom, hogy talán ez egy 30-40 éves tartozása is a település vezetésnek. A másik pedig az, hogy ugye a maga a talajvíz, azt tudjuk, hiszen a tanúszoda építésénél mi is megkaptuk a fekete pontot, úgymond, hogy hát mit képzelünk magunkra, hogy olyan területet mondunk, ahol ilyen, és akkor rájöttek a mérnökök, hogy hát Szentvincen mindenhol, maga, tehát a hatos úttól délre mindenhol magas a talajvíz, és ez problémát okoz a családi házaknál. És a vízelvezetésről annyit, hogy valóban nagyon nagy probléma, és ha valaki belenéz abba az elvezető árokba, ez az észak-déli, ami ott elmegy a benzinkút, az ugye az a cég ott mellette, és akkor lefele végig a régi hatosra is megy le, tehát az árok, az be van nőve. Ugye ott tavaly előtt is gépi munkával történt némileg a kitisztítás, ahogy el is mondta a képviselő úr, egyik hónapról, de egyik évszakról a másikra visszanőnek ezek a fák ott 3-4 hónap alatt, és valóban, ha ott megindulna egy nagy esőzés hosszú ideig, akkor ott biztos, hogy azokban az ingatlanokban probléma lenne. Én kértem nem olyan régen a hivatalt is, és a jegyzőről beszéltük, hogy ott végig kell menni az árokparton, hiszen egyesek szinte az árokba, vagy az árokparton végig terjeszkedtek a közterületre, úgymond sajátjukénak tekintették, és a gépek se férnének el, tehát egy vészhelyzet esetén se tudnák megközelíteni ott az árkot, de még azt gondolom, hogy az őszi, mert azért lesz még eső idén is nagy valószínűséggel, az őszi nagy esők, vagy a tavaszi nagy esők előtt azt mindenképpen ki kell
tisztítani, ez saját erőből egész biztos, hogy nem megy, ez vagy külsős vállalkozó géppel, vagy kézi munkával, erre volt is egyeztetés, árajánlat is van egyébként erre, de ez most nem valósulhatott meg. Györvári úr jelezte, hogy kíván szólni. Rövid kérdések. Nagy választ várok én. A keleti városrészi út fog igényelni még plusz pénzt, vagy most biztos, hogy elég? Hát az most... Ja, most ígérjem meg a kivitelező helyet, hogy nem, tehát, hogy érti, én úgy látom, hogy nem fog plusz pénzt igényelni, hogy a közvilágításra kell pénz, az saját... Mondom, én egy szót vártam. De én azt gondolom, hogy nem. Jó. De itt egy CKT réteget fognak, bocsánat, CKT réteget fog a vállalkozó majd kihúzni ugye az úton, és arra fog ilyen terhelési próbákat rámérni, és elméletileg, hogyha azok az értékek megfelelők, akkor jó lesz minden. Én azt gondolom, hogy ahogy tervezve nem fog plusz forrást igényelni. De hát nyilván... Jó, akkor erre hadd válaszoljak. Tehát tudomásom szerint, szerintem itt a teremben is mindenki tudja, Bóka Virág nem mélyépítő mérnök. Pályázatokkal foglalkozik, és ha kiegészítem az ön mondatát, jelenlegi információja és tudása szerint nem igényel többletet. Amit a mérnököktől, a műszaki ellenőrtől, meg a kivitelezőtől tud összeszedni. Azt gondolom, hogy a műszaki ellenőr, mint ahogy a Balatoni Ferenc képviselő is az előbb elmondta, a műszaki ellenőrnek kell ezt a kérdést akkor föltennünk, hogy na ő mondja meg, ő a szakember, illetve remélhetőleg majd néhány hét múlva már lesz a hivatalban is olyan szakember, aki építési szakember, mert ilyen szakember évtizedek óta nincs, mert nem megbántva a Pénzár Zoltán urat, a Pénzár Zoltán sem volt építész. Tehát ő is nem építő mérnök, meg építész mérnök. Nagyon jó, nagy tapasztalattal rendelkezett, de azt én elmondtam a jegyző úrnak is többször, sőt itt is volt róla szó, hogy a hivatalba kell egy építész végzettségű ember, aki ezeket az egyeztéseket, mert ha Bóka Virág pályázati referens, akitől elvárják, hogy a számlát akkor most arányosítsa jobbra-balra, majd 10 perc múlva menjen ki, és mondja meg, hogy az az út az jól van-e megépítve, szerintem ilyen polihisztor, tehát a pályázatírók, meg mi a képviselők se polihisztorok, hogy mindenhez értenek. Én ezt a választ, ez rögzítve is lett, itt van, ezt elmondta, hogy a jelenleg nem tud arról, tehát semmiféle susmus nincs, hogy na most nem mondjuk meg, hogy oda még majd kell 10 millió, jelenlegi tudása szerint ez a többletköltséggel nem fog járni, lehet, hogy ettől még igen, de azt most se, én biztos, hogy nem tudom meg ő se, tehát azért mondom, ez ki fog derülni. Máj Gábor képviselő úr. Utca végén lévő hídon letört korlátot valaki visszarakja. Ja, ja. Erre már én is tettem jelzést, illetve visszaegeztük, már többen ezek szerint jelöltük, és még mindig nem történt meg. Jönnek a hosszú éjszakák, sötétség ilyen esetben, és akkor innentől kezdődve van probléma lehet belőle, úgyhogy minél rövidebb időt meg kell állni. Messze egyetértek a képviselő úr által elmondókkal, és vártam, hogy mikor szólal meg majd az alpolgármester asszony, mert többször már indulatosabban is elmondta, hogy ő már hányszor szólt, hányszor leírta, de nem ért oda a szakember, tehát oda egy hegeszteni tudó ember kellene. Igen, meg lesz rendelve, mondja a közüzemi, mondja a hivatal munkatársa, remélhetőleg, tehát azért mondom, ezt már én is hallottam, pont tegnap mentem el arra autóval, pont abba a kanyarba, tehát ezt valóban meg kellene csinálni, mert már 3-4-5-kor, mikor megy haza a gyerek, beleesik az árokba, vagy a mellé lép valaki ott a hidon. Köszönöm. A Vég Gábor és az Árki Zoltán közt futó árok
ott sincs, a déli oldalon nincs korlát, ott, ha valaki sötétbe ott mellé lép, nyakát szegi. Tehát az nem egy olyan nagy költség, pár ezer forint. Ez. Tudja, ezt én már mondtam többször. Hát ön is elmondta. Persze, többször. Tudjuk, de ez biztos, hogy a Drávec Gábornak már többször megírták a képviselők is az e-mailt, vagy a jegyző úrnak, hogy gyerekek, hát valami történjen, és akkor meg lesz. Köszönöm szépen. De ott másik oldalon volt, és itt sose volt, vagy nem is tudom. Itt nem volt, csak itt beszéltünk róla. A másik oldalon tudom, hogy menjünk tovább, menjünk. Köszönöm. Kérdés, észrevétel, bizottságok elmondták. Jó, tudunk szavazni. Jó, akkor kérem, hogy aki a pályázati beszámolót elfogadja, azt kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen. Bocsánat, nem. Tartózkodás, ellenszavazat, egy ellenszavazat, egy tartózkodással és 6 igen szavazatta, és jelezném, hogy Katona András képviselő úrnak közben távozni kellett a teremből munkaügyben. Köszönöm szépen, és akkor most rövid szünetet rendelnék el, mert most már lassan 5 óra van. Akkor a rövid szünet után folytatnánk méghozzá a 15-ös napirend beszámoló a polgármester kivett szabadságáról. Hát megmondom őszintén, itt nehéz helyzetben vagyok, mert én azt ígértem korábban, ezt többször elmondtam, hogy én így van, hogy én ki fogom venni, és el fog fogyni. Az elmúlt 2 hétre, ha jól emlékszem, 11 nap, ami még itt beragadt, kivéve a mai nap, ki lett írva a szabadság, és valóban az volt a tervem, hogy itt szépen ki tudom venni, de az lenne a módosításomnak a lényege, hogy nem tudtam kivenni mind a 10 napot, szerintem jó esetben 2 vettem, de azt gondoltam, hogy ebből 5 akkor felét leírom, hogy jó, mert van feladat, de olyan indokolt egyeztetések, tárgyalások, pályázat, majd említem később is, hiszen Vörösára leendő polgármester asszonyon együtt is jártunk ugye a NEAC-nál, tehát voltak olyan egyeztetések, amit úgy gondolom, hogy részt kellett venni, tehát én azt lenne az én indítványom, hogy 5 nap szabadságom marad bent, szeptember 30-áig. Én se, mert sokkal jobban örültem volna, ha el tudok utazni, de nem így alakult a történet. Jó? Ezt nem tárgyalták a bizottságok. Jó, kérdés, észrevétel. Ez egy kérelem, igen, hogy akkor... Jó? Aki ezt elfogadja, kérem, jelezze kézfelemeléssel akkor. Köszönöm szépen. Jó. A következő 16-os megtárgyaltuk, 17-es polgármesteri beszámoló a 2 ülés között eltelt időben végzett munkáról. Az ünnepi testületi ülésig mennék vissza, hiszen az volt az utolsó rendes testületi ülésünk. Az ünnepi testületi ülésen ugye kitüntetések átadására került sor. Ez az ott... Mit? Nem az jön? Nem, az jön. Az. Ja, bocsánat. Tehát ünnepi testületi ülésen kitüntetéseket adott a adomány átadására, hiszen a döntés az korábban született meg. Itt egy kitüntetést említenék meg, hiszen azért, de őt is ugye már tudjuk. A testület idén ismét, hiszen a többi címet általában oda szoktuk ítélni, idén úgy döntött a testület, hogy a díszpolgári címet odaítéli, és dr. Reményi Otto nyugdíjas állatorvos kapta a szentlőrinci díszpolgári címet. Azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek szakmai munkája és a közéletben betöltött szerepe, vállalása, amit elvállalt itt az elmúlt időszakban, meg egyébként is azt gondolom, hogy az egész Reményi doktorúnak a mentalitása, az emberekhez való viszonya, a mindenkihez való viszonya, azt gondolom, és pozitívumban tudunk mondani, nem mondanám végig, azt gondolom, hogy a testület egy nagyon jó döntést hozott, és őt akkor itt szeretném megemlíteni. Ebben az időszakban volt az orrfüji tábor is. Az elmúlt időszakban a Covid időszakát kivéve az önkormányzat mindig szervezett tábort a szentőrinci gyerekeknek, nem volt ez idén sem másképp, illetve ez kicsit annyiba alakult máshogy, hogy a nyár elején az állam által támogatott és kezdeményezett vándortáborhoz kapcsolódtunk, és itt a vízivándoron
vettek részt a szentlőrinci gyerekek, ahol körösökön evezés, illetve vizit, vagy kerékpártúrák is volt, ez egy 7 napos tábor volt. Az orfűi tábor végül is az is megrendezésre került, mert én megkerestem az iskola igazgatóját, hogy hát akkor az idén az orfűi tábort vállalja föl az iskola, de végül is úgy alakult, hogy ők másfele mozdultak. Az orfűi tábort az szintén nem az önkormányzat, hanem a Szentlőrinc Városér Egyesület adott be egy pályázatot, és annak a keretében lett megszervezve, az önkormányzat csak az infrastruktúrát biztosította, tehát költségekkel igazán nem járt. Augusztus 20-án került sor az ünnepi misére, illetve utána rendezvényekre. 22-én a Kultúrház átadási ünnepsége zajlott, 25-én a Stimmungsparádé, ami hagyományosan mindig a német önkormányzatnak a rendezvénye, szintén a Kultúrház szabadtéri színpadán zajlott le. A 27-én a közüzemi, és ezeken részt vettem, a közüzemi Kft.-nek a felügyelőbizottsági ülésén vettem részt. 29-én, akkor még ugye nem jött vissza munkába, de volt egy egyeztetés a korábbi megbízott aljegyzőasszony Rejt Tekla, a jelenlegi aljegyzőasszony a Keresztesi Csilla és a jegyző úrral közösen. Itt a következő időszakban, hogy alakul, hiszen itt azért némi váltás azért volt. 30-án az óvodában volt egy egyeztetés a Molnár Judit és a Lakatos Cecília óvodavezetőkkel. 2-án reggel az iskolának a tanévnyitó ünnepségén vettem részt a Niedermayer Gábor igazgató úr meghívására, és délután pedig az óvodának az átadására került sor, ahogy mondtam már, ugye óvodásokkal, hiszen hétfő reggel az óvodások birtokba tudták venni. 6-án a Kozár Mislenyi ünnepi testületi ülésen vettem részt, ott kaptam meghívást. 11-én, ahogy az előbbit említettem, ugye Vörössára rendő polgármesterasszonnyal, illetve a jegyzőúrral voltunk a NEAK-nál egy egyeztetésen. Megmondom őszintén, tehát én előbb fölálltam erről az egyeztetésről, mert maga a helyzet, a probléma, az esetleges probléma és a helyzet kezelése az valamikor majd novemberben indul, de igazán januárt fogja érinteni, és azt gondoltam, hogy ezt már ők tudják leegyeztetni ott az osztályvezető asszonnyal. Az elején fogtam csak egy ilyen bő fél órást az egyeztetésen. A 13-án az Aradi Panni néni, akinek sokan ismerik, hiszen pedagógusként dolgozott hosszú ideig az egyes számú általános iskolában, a 90 éves volt 10-én, 13-án a szociális otthonba köszöntöttük. Én azt gondolom, hogy nagyon kis szívhez szóló kis összegyűlés volt, ott néhány szót tudtunk váltani, és nagy örömömre engem még meg is ismert, mert azért 90 éves kor fölött azért már vannak problémák. 16-án az Urbakból, a Plüdenhauseri iskolából érkező gyerekeket fogadtam itt a Városházán, ők ugye a héten vannak itt a városban. 18-a az a tegnapi nap, immáron 11. alkalommal, de lehet, hogy itt egy-kettő kimaradt a Covid-nál, de az első után 11 évvel megtartottuk a Zenél a Városháza rendezvényt, két zenekar fellépésével, az összekötő a két zenekarban a Horváth Zoltán Karnagy úr volt, hiszen egyrészt a felnőtt zenekarral a saját tanár, már úgy, hogy pécsi művész tanár kollégáival, lévő zenekarával lépett föl. Úgymond, tegnap mondtam is neki, mint előzenekara a fő zenekarnak, az ifjúsági fúvós zenekarnak, akik azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis koncertet adtak, és én azon annak örültem külön, hogy viszonylag, hát nem viszonylag, szerintem sokan voltak, mert a kipakolásnál mondtam, hogy elég lesz az a 70 szék, mert azért rossz idő volt az elmúlt időszakban, tegnap tényleg napsütéses, kellemes időben lehetett itt ülni a Városháza előtt, de ki kellett hozni
a díszteremnek a székeit is, tehát kb. 100 nézővel zajlott, és nem csak, ami azért jellemző szokott lenni akár a református templomban lévő koncerteknél is, hogy nagyon sokan a szülők jönnek, hanem nem csak a szülők, hanem úgymond az utcáról, aki azt, hogy eljövök és meghallgatom a zenekart, ők is többen voltak. És akkor a mai napon a testületi ülés, még két napot azért előre mennék, mert hát ha azt még azért megélem és szólok róla. A holnapi napon lesz immár talán az 9. futás, ugye a Lafárs futás, most már Holcim futás, ami a Holcim Szentlőrinci önkormányzat, illetve a Királyegyházai önkormányzat közös szervezésében fog megvalósulni. Holnap lesz még egy egyeztetés Szigetváron is, hiszen ugyanúgy, mint a tavalyi évben, idén is szerintem egy jól sikerült az előbb említett, ugye országosan szervezett, nem jut eszembe a fő államtitkár úrnak a neve most akkor se, aki, igen, Révész Máriusz úr, köszönöm szépen, Révész Máriusz úr által koordinált és szervezett és felügyelt rendszer, de amint részt vettek a szentlőrinci gyerekek, más településekről pedig Szentlőrincre érkeztek gyerekek, ugyanúgy, mint a tavalyi évben, az idei évben is, és ez egyrészt azt mondom, hogy igen, jó, hogy itt voltak, de azt is be kell vallanunk, és erről beszéltem ugye más területen is, hogy ez a program Szentlőrinc városának anyagilag is előnyös, tehát amit itt kapunk szállásdíjként, az valóban, tehát egy olyan összeg, ami azért jól jön a költségvetésbe, ugyan vannak kiadások, és köszönöm a konyhán dolgozóknak, hiszen itt vacsorát meg reggelit kell biztosítani a egy-egy napot itt eltöltőknek, de tényleg megismerik, itt vannak a településen. Köszönöm a Brandner Konc műemlékháznak, Györvári úrnak és a segítőinek, Balatoni úrnak is, és többeknek, akik vállalták, hogy ezeket a gyerekeket ott kalauzolják, és megmutatják nekik az épületet. És a holnap utáni napon pedig a borbarátok éjszakája lesz, remélhetőleg szintén jó időbe. És írtam még valamit föl magamnak, de megmondom, hogy nem tudom elolvasni, hogy mit írtam ide. Ja, igen, bocsánat, pontosan, így van. És a következő napokban pedig ugye egy delegáció utazik a következő időszakba. Ja, bocsánat, már tudom, hogy mi az, amit nem tudtam elolvasni. A hétfőn, mert ugye kinéztem most, 23-án pedig a bölcsöde átadására kerül sor. Ez, ne tévesszem meg senkit, nem azt jelenti, hogy 24-től a bölcsödések átlépik a küszöböt, de elérte azt a fázist a bölcsöde, hogy ugye fölépült, azt már azért észrevettük, hiszen az óvoda átadásnál volt, akik át is ment megnézni. A teljes berendezés megérkezett, a bölcsöde be van rendezve, úgyhogy innentől már csak a hatóságokon múlik, hogy mikor fogják átlépni. Remélhetőleg néhány héten belül, és sikerül meggyorsítani ezt a folyamatot, néhány héten belül a bölcsis gyerekek, hiszen már jelezték a bölcsöde vezetője is, hogy már 11 néhány gyerek van, aki várja a szülő, a gyerek annyira biztos nem, de a szülő már várja, hogy mikor tudja a bölcsit elfoglalni, és ezzel akkor ismét a munkaerőpiacon lenni. És 26-án indul egy delegáció a testvérvárosba, Urbakba. Előre láthatólag ez egy ilyen 44-45 fővel kalkulálunk, és ugye tavalyi évben mi láttuk vendégül a német partnertelepülésről érkező delegációt, polgármesterasszonyt, képviselőket és a kórus tagokat, tehát ők is, nem körülbelül, hát ők is egy ilyen 40 fő fölötti delegáció érkezett, és most van a visszafogadása, tehát ők fogadnak bennünket Urbakba, és ezt azért szeretném itt is elmondani, hogy, mert már mondhatnám megint a
vásárlás helyét, de most nem a reklám helye, már szembe jött velem a hír az elmúlt napokban, amit én ugye említettem is, és kisé tartottam, hogy na, tessék, most mennek. Szeretném itt is elmondani, hogy hozzájárulást fizetnek az utazók, és ott pedig ugye nagy részben a német part településnek a vendégeiként töltjük el ezt a néhány napot. És azt gondolom, hogy onnan visszaérkezve indul az új élet a város életébe, hiszen az új testület 1-től, október 1-től már az új testülete van Szentlőrinc városának és úgy az ország több ezer településének, úgyhogy itt véget ér az én mandátumom. De ha már nálam van a szó, akkor annyit szeretnék most mondani, hogy én szeretném megköszönni mindenkinek az elmúlt 5 év munkáját. Én azt gondolom, hogy különböző mértékben, különböző lelkesedéssel, különböző mentalitással, de mindenki hozzátett ahhoz, hogy az elmúlt 5 év az én megítélésem szerint, és azt gondolom, hogy nagyon sok ember megítélése szerint egy sikeres 5 év áll a hátunk mögött. Én köszönöm azoknak, akik figyeltek arra, hogy én jól lépjek, és árgus szemekkel figyelték minden léptemet, mert ez is kell mindenképpen, azt gondolom, egy ilyen, és tanácsaikkal, észrevételükkel, javaslataikkal segítették az én munkámat, illetve akik pedig külsősök, akár a bizottságba, akár csak mint a város polgára segítették a testületnek a munkáját. Én nem nagyon köszönnék el, hiszen elvileg, ha minden igaz, a visszajelzések alapján hétfőn még fogunk találkozni, de akkor engedje meg minden képviselő, asszony és képviselőjét, ezúton is most is megköszönjem az elmúlt időszakba nyújtott segítségét és munkáját. És akkor amennyiben kérdés van a beszámolóval kapcsolatban. És akkor azért azt is elmondom, de nem itt kell elmondanom, mert majd hát ugye természetesen, de ha ők itt vannak, tehát jegyző úrnak, aljegyző asszonynak, Retekla korábbi aljegyző, megbízott aljegyző asszonynak, a hivatal munkatársainak, itt majd később ugye ezt én elmondom, de jelenleg már osztályvezető asszonynak, de mint régi dolgozónak, és mindenkinek, ugye szakácshonorátának, tehát akik most itt vannak a teremben, szeretném megköszönni, és amennyiben kérdés van bármelyik napi beszámolóhoz, akkor erre tudok, akkor válaszolok. Köszönöm szépen. Igen, Máj Gábor. A kiutazással kapcsolatosan a tájékoztatom, most szeretném kérdezni, hogy milyen új változás van ellen esetben itt. Vagy akkor ezt majd ott a beszámolóban beszéljük meg. Bizottsági beszámoló esetében. Jó, beszámolóban. Ja, köszönöm. Jó, akkor az én beszámolóm az. Van-e kérdés? Nincs? Jó, köszönöm. Akkor aki elfogadja, azt kérem jelezze kész felemeléssel. Köszönöm szépen. Akkor 7 szavazattal elfogadta a testület. És között bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról, akkor először Földvári János elnök urat kérdezném. Pénzügyi bizottság a most tárgyalt naprendi pontokon ment végig, és ezt a munkát végezte el e hét keddjén, és ott került akkor szóba pótlólag az Urbachi úttal kapcsolatos változás, ami hát ugye elég jelentős ahhoz képest, hogy a korábbi tervek szerint kisbuszokkal mentünk volna, de ugye ismerve a jelenlegi időjárási meg közlekedési viszonyokat is, végül is ott szóba került, hogy egy kedvezőbb ajánlat került terítékre, és ezáltal egy nagy buszba be tud ülni az egész társaság, és biztonságosabban tud utazni. Viszont ennek vannak többletköltségei a város felé, amit a pénzügyi bizottság ebben a kérdésben úgy foglalt állást, hogy ezt a többletköltséget az utazóknak, kivéve ugye a gyerekeket, akik velünk jönnek, 20 000 forint per főben kéri a részvevőktől befizetésre. Tehát gyakorlatilag ez a döntés született a bizottságnak az ülésén. Köszönöm szépen, elnök asszony.
A bizottság szeptember 18-án ülésezett, ahol települési támogatási kérelmeket bírált el. A bizottsághoz 153 kérelem érkezett. A következő bontásban sporttámogatási kérelmet 116 fő kérte, létfenntartási kérelmet 23 fő, tűzifa kérelmet 12 fő kért, szociális kölcsönt 2 fő kért. Ezekből a kérelmekből egy kérelem került elutasításra a jövedelemtúllépés miatt, és a sporttámogatásnál 7 kérelem szűnt meg, vagy a gyerek nem sportol, vagy nem hoztak igazolást, úgyhogy 7 kérelmet kellett megszüntetni. Ezen felül egy bérlakás kiírására tett javaslatot a bizottság. Az urbakot nem tárgyalta a bizottság. Köszönöm szépen. Jó, akkor aki a beszámolót elfogadja, az ki. Máj Gábor. Kapcsolatosan annyival kiegészíteném az osztály, vagy a bizottsági elnök urat, hogy ott a gyerekeken kívül a két kísérő tanár is benne volt abban, akiknek nem kell fizetni, tehát ott az tulajdonképpen 10 fő lenne. És ugye itt jelen esetben most a nagy busszal történő utazás az plusz 1 millió forint költséget jelent, holott a kis buszokkal olcsóban meg tudtuk volna ezt oldani. És azt szeretném megjegyezni, hogy azoknak, akik tulajdonképpen ebben a kapcsolatban részt vettek a korábbi években, kicsit méltánytalannak tartom, hogy azok, akik jelenleg itt most hotelben szállnak meg, nekik nem kell hozzájárulást fizetni. Azok, akik ebben részt vettek az elmúlt években, közel 20-25 éve folyamatosan vendéget fogadtak, vendéget láttak el. Valóban ezt valaki tudja viszonozni, mert utazik, de a hotel költségek továbbra is igen jelentősek maradtak. Jó, köszönöm, de természetesen támogatni fogom és elfogadom a bizottsági döntést. Jó. Hát nem jelennék, ha erre nem szeretnék reagálni. Köszönöm szépen, akkor elfogadjuk-e, de miatt még szavaznánk. Én tudom, hogy nem kellett volna, én azt gondolom, hogy lehet, hogy már előbb lekettet, ezt meg kellett volna beszélni, megbeszéltük bizottsági ülésen. A következőt szeretném mondani. Én abszolút jogosnak tartom, és ezt elmondtam, hiszen én kezdeményeztem, az érintettek, volt, aki fölhívott, kissé fölháborodva, hogy én ezt hogy találtam ki. Én alternatívaként, hogy amennyiben úgy gondolja, a bizottsági ülésen elhangzott, ugye, hogy hát ez milyen egy ötlet volt ez tőlem, ezt szépen mindenki akkor fizesse be. Nem az én fejemből pattant ki az ötlet, de messze egyet értek vele, mert én előtte korábban hetekkel pontosan ezt javasoltam, hogy mindenki fizesse be. Hogy kinek mi jár, meg milyen jogon. Tehát én azt gondolom, hogy van egy csoport, aki az elmúlt években valóban, ahogy a Máj Gábor képviselő is elmondta, urbakba több alkalommal megfordult. Az sem titok, hogy ez egy zárt csoport. Itt azért az utca embere nem nagyon kopogtatott be, és kopogtathatott be az elmúlt időszakba, és ennek egy felelőse van, azt úgy hívják, hogy Koltai Péter polgármester. Ezt is szeretném elmondani. Tehát azt gondolom, hogy én nagy hibát követtem el annó 10 évvel ezelőtt körülbelül, amikor azt mondtam, hogy jó, legyen ez a csoport, és ez a csoport úgymond az önkormányzattól kicsit önálló életre kelt, és azt mondták, hogy ők majd megmondják, hogy hogyan lesz. Én nagyon tisztelem az ő munkájukat, és azt gondolom, hogy igen, jártak urbakba, nekik valóban, ahogy elmondtad, fogadtak vendégeket, és ez oda-vissza ment. Tehát ezzel lehet, hogy majd át kell gondolni, és nem megint tovább átmutogatva a következőre, mert nem akarok tényleg ezt kikarakírozni, de lehet, hogy át kell gondolni az egész civil szervezeti működést, és mert én azt is megkaptam, hogy ez a csoport miért nem kap támogatást, meg az az én gonoszságom, ezt Németországban is elmondták magyarul, tehát az ottani csoport egyik tagja. Én ott is elmondtam, hogy a testület döntött úgy, nem ez a testület, még az előző testület, 5 év, vagy nem tudom én, az előző, én volt a polgármester, de az előző testület, hogy abszolút egyetértettem, nem én kezdeményeztem, hogy a város csak civil szervezeteknek ad támogatást. És ez alapítvány vagy egyesület. Ezt annak idején, nem titok, ez a Máj Gábor kezdeményezése volt, és 100%-ban mindenki támogatta, hogy igen.
Tehát erről szól a történet. Én azt gondolom, hogy ez már én utánam lesz. Elismerem a hibámat, hogy itt ez nem biztos, hogy ez jó lett. Elmondtad azt is, Gábor, hogy mert kisbuszokkal olcsóbb lett volna. De én azt is elmondtam, és ez elhangzott az egyeztetésen ott a kultúrházba, hogy mert ez is a polgármester felelőssége, meg ez is a polgármester felelőssége, és én elmondtam, hogy én köszönöm életem végéig kártérítést nem akarok senkinek fizetni. Tehát ha nem arról volt szó, hogy senki nem hadonászott, hogy ő majd vállalja, és hogyha véletlenül belemegy hátulról egy másik autó, és lerokkan valaki egy életre, akkor ő majd Koltai Péter sofőr ezt vállalja. Nem. Ez egy önkormányzati delegáció, még egyet tisztázunk azért, nem a polgármester által meghatározott személyek az utazó közösség. Én azt gondolom, hogy itt szó nem érheti a ház erejét. Itt az utazó közösség az lehet. Vannak olyanok is, akik azt remélem, hogy majd a jövőt fogják építeni, vannak, akik a múltra való tekintettel jönnek, mert évtizedeken keresztül dolgoztak ebbe a kapcsolatba, mindenféle csoporthoz való tartozása nélkül, vállalták a munkát, akár a gyerekeknél az oktatásba. Tehát azt gondolom, hogy én ezt elmondtam, én nem óhajtom és nem vállalom a felelősséget, hogy utána ezek a 6 kisbuszból mennyi fog megérkezni. Tehát ezek a buszok bármikor lerobbanhat, bármi lehet, a nagy busz is lerobbanhat, de ebbe az időjárási helyzetbe nem biztos, és azért volt olyan, aki azt mondta, hogy ő egy kisbuszba, egy amatőr sofőr mögé nem óhajt beülni. A nagy busz hivatásos sofőrrel az más. És én nem tudok 13 órát levezetni, és nem én vagyok az egyedüli, és azt mondtam, ott vannak gyerekek is, bármi, itt olyan csoportnak, úgy kell elindulni a csoportnak, hogy a lehető legnagyobb valószínűséggel célba is érjen mindenki. Ma pedig azért azt mondom, hogy az sok minden történhet, így is történhet, mert azért ott volt a szombathelyi síelőknek, azt hiszem szombathelyiek voltak, akik ugye ott Olaszországban, tehát ez... Nem azt mondom, hogy bármikor, de előfordulhat, biztos nem velünk fog, de azért mondtam, hogy a lehető legbiztonságosabban induljon el ez a csoport Németországba. És igen, járuljon hozzá mindenki egy kis összeggel, hogy ez meglegyen. Hát mehetünk volna biztos még olcsóbban, meg személyen, tehát minden. Én ezt elmondtam, én ezt nem vállalom. És senkitől nem kaptam azt, hogy már pedig ő teljes felelősségével vállalja, hogy bármi történik, akkor ő a kártérítést a következő évtizedekben a családnak fizeti. Így is előfordulhat, de így akkor van egy bérelt buszunk, amiről majd nyilatkoznak, hogy ezzel minden rendben van. Gábor. Köszönöm. Így indítottuk egyébként a tárgyalásokat januárba, februárba, hogy ezt átbeszéltük, nem csak ketten voltunk ezen, hanem nem sokan föl a hivatal részéről is ott voltak, és akkor ez sokba került történelem. Lezártuk, ez így lesz. Valóban én kezdeményeztem a civil szervezetek esetében azt, hogy csak a bejegyzett civil szervezetek kaphassanak anyagi támogatást, mert úgy tudnak igazából elszámolni hivatalosan azzal a pénzzel, amit hivatalosan pályázat útján az önkormányzattól kapnak, és nem most volt, hanem korábbi években. Így van. Ezt is elfogadom, de ha ezt máshogy indítjuk, lehet, hogy anno, akkor itt az utazás előtt 2 héttel nem kerülünk ilyen, szerintem egy kicsit kellemetlen helyzetbe. És ezt kifele is közölni kell, a létszámváltozásokat is közölni kell, mert azóta úgy tudom, hogy még jelentkeztek. Tehát minél előbb, mert a kinti partnernek is kezelni kell az érkezőket úgy, ahogy illik. Tehát gondolok itt a képviselőkre, tehát akik képviselők mennek, és akik ebben a korábbi kapcsolatban részt vállaltak és vettek. Ennyi, köszönöm. Köszönöm. Én úgy tudom, hogy létszámváltozás nincs, mert plusz-minusz volt mozgás, tehát ugyanazzal, amit a testület elfogadott, vagy a bizottság elfogadott, ugyan nem. Volt, aki azt mondta, hogy nem tud jönni, mert közben jött neki valami, és van tényleg újba belépő. Jó, én köszönöm, én remélem, hogy ez egy olyan sikeres út lesz, ami a következő évekre, évtizedekre is meghatározza a két településnek a kapcsolatát. Tehát az úgy mondtam, régiek is, jelenlegiek is, újak is vannak ezen a buszon, úgyhogy szerintem ez meg lesz. Tehát
ebbe az idei évben is csatlakoztak egyébként plusz emberek, tehát nem zárt csoport, tehát bárki, aki szeretne benne részt venni, ez már többször elhangzott, én is elmondtam, csoportvezetője is elmondta, nyugodtan csatlakozhat, a feltétel az, hogyha vendégek érkeznek, fogadni kell, úgy, ahogy illik, úgy, ahogy kell, úgy, ahogy ahhoz a programhoz, amit a város összeállít, jelen esetben Szent Lőrinc város összeállít, ezt a programot tartani kell a családnak. Köszönöm. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy valóban akkor itt ezt félreértettem, vagy nem úgy volt. Most meglátom, hogy érzem magam Urbakban, remélem jól, és csatlakozok a csoporthoz jövőre. Köszönöm szépen. Mert nem zárt. Jó, úgyhogy akkor én még egyszer, akkor nem szavaztunk a bizottsági... Most kell szavazni, akkor aki elfogadja a bizottsági beszámolókat, az kérem jelezze kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, elfogadtuk a beszámolót. Két ülés között egyebekre nem volt, illetve Győrvári úr jelezte, hogy a interpelláció? Az, hogy most napirendre volt tűzve, vagy nem, én azt kértem, hogy szavazás legyen a vége. Én azt kértem. Mi a kiadványról van szó. Tehát én ugye, ja. akkor rögtön mondom is. Jó, akkor Győrvár újra szó, és mondja. Igen, a kiadvány, jó, 500 000, tehát ez a költsége. De a másik, ami engem kissé zavar, hogy több vagyunk, inkább így mondom. Mindenkinek szíve joga, hogy ebben megjelenik, vagy nem. Idén a kampány éve volt, és nem is akármilyen. Annyiféle kiadvány, annyiféle minden értékelés volt, annyiféle helyen szerepelt mindenki, és szíve jó, hogy mit akar, de itt, ahogy én figyeltem, itt legalább 5 személy nem akar ebbe részt venni. Tehát, hogyha 9-8 fős testet plusz a polgármester, tehát így, és hogyha a 8 főből 5-en nem akarnak benne részt venni, akkor ez nem tölti be azt a célt, ami eredetre ki volt tűzve. Tehát én ezért úgy gondolom, megszavaztam, vagy nem szavaztam meg akkor, de ha igen, akkor azt javasoltam most, vagy javasolnám, hogy nézzük meg, ha a testet úgy dönt, hogy igen, menjen továbbra is, ám legyen van a mindenkinek szíve joga, ha meg nem akarnak. Jó. De megmondom, hogy... Mondom, ja. Tehát benne ez a két dolog van. Tehát az, hogy 500 000 most, amikor mindenhol nézzük az 100-200 akármilyen 1000 forintokat, 500 000 ráköltünk, ennyi. Igaz, sokkal többet is költünk sok minden másra. De ennyi, röviden, nem akarod el folytatni és ecsetelni. Ennyi. Jó. Akkor annyit szeretnék mondani, hogy egyetértek a Győrvári úrral. Most tényleg 100%-ban egyetértek azzal a dologgal, hogy ennek a kiadványnak az volt, vagy az a, még mai napig is, hát most már csak azt mondom, hogy az volt a lényege, hogy mind a 9-8+1 testületi tag 1-2-3, nem tudom én, sorba le tudja írni, hogy igen, ő így látta, mert azt gondolom, meggyőződésem lett, szerintem nem egyedül vagyok így a szentlőrinci lakosságból, hogy egy sikeres 5 évet zártunk. Nem a Koltai Péter zárt, hanem zártunk. Nem 9-en, hanem 6500-an. Kicsit jobban, kicsit kevésbé, de azt gondolom, hogy sikeres év. Ez vagy év, egy 5 év. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez az lett volna a jó, és én ezért kértem mindenkitől, hogy ha jól emlékszem, akkor szerda 8 óráig jöjjenek ezek az anyagok. Szerda 8 óráig megérkezett talán 2 vagy 3, ezek után kértem én ugye ma reggel, hogy nehogy ebből félreértés legyen, hogy ha valaki elküldte, de itt az e-mail kavalkádba esetleg nem érkezik meg, és visszafordíthatatlan sértődés vagy probléma lesz. Többen szóba kijelentették, vagy kifejezték, hogy nem kívánnak. Szavazhatunk arról, hogy ez akkor legyen vagy ne legyen, korábban döntött a testület, hogy legyen. Ha most a Győrvári úrnak ez a kérése, én ezt megteszem, ha úgy dönt a testület, hogy vonjuk vissza ezt a döntésünket, ha ez többséget kap, akkor többséget kap, én biztos nem fogom megszavazni, hogy vonjuk vissza, tehát aki most azt mondja, hogy vonj, lehet így szavazni most? Lehet szavazni. Lehet. Jó, akkor szóba előterjesztjük, hogy a Győrvári úrnak, hogy... Kiadványa megjelenik, ugye akkor elsősorban a polgármesternek a nyilatkozata fog megjelenni. Utána a két bizottsági elnöké,
Na most, amit ti elmondtok hárman, mit tudok én? Azt a 2000 hozzászólásomat nem tudom elmondani, mit megtörtént. János se. Na mindegy. Tehát lényegtelen. Tehát én úgy gondolom, hogy a lényeges dolgokat te úgy is elmondod. Akkor, de most, most nem az a kérdés, hogy mitok, elmondom, én, vagy... Mitok, akkor én elmondom de, ugyanazt? Ne, most már, nem, nem tartom fontosnak. Kész. Ugye, tehát, de nem, nem erről döntünk most. Tehát a kérdés az, akkor én fölteszem szavazásra. Nem. Akkor. Igen. Én lehet, hogy rosszul emlékszem. De azt hiszem, hogy ebben abba maradtunk, hogy... Nem volt konszenzus, nem volt fölvéve, ez egy rendkívüli ülésen merült föl, és abban maradtunk, még a jegyző úr segített polgármester úrnak abba, hogy olyan összeghatár, amin ő dönthet, hogyha ezt meg szeretné csinálni, akkor megcsinálja. Az a kérdés, hogy polgármester úr szeretné-e úgy megcsinálni, hogy... azok vannak benne, akik visszajeleztek. Erről szerintem így volt a történet, hogy nem volt kvázi döntés, elmondta mindenki a véleményét pro kontra, jött egy segítség, hogy ha ő szeretné, akkor ő már pedig ezt meg fogja valósítani, ő nincs is probléma. Az a kérdés én szerintem most, hogy nem 9 fővel, nem akárki mással még, akit feltételezem, hogy akár bele lehet ebbe vonni, mert nyilvánvalóan ez akkor kerek egész, hogyha valahol a hivatal is megjelenik benne, és a többi, vagy ha nem akar, nem. De ez a kérdés, hogy amik most visszamentek a polgármester úrhoz, ön úgy gondolja, hogy igen, vagy úgy gondolja, hogy nem. De miután eddig is ön döntött el ezt a kérdést, már nem, hogy mondjam, nem... Jó. Tehát pozitívan mondom ezt a dolgot, tehát el lett döntve, kész, pont. Én mondjuk abban nem értek egyet a képviselőtársammal, hogy erre most szavazunk, ne szavazunk. Polgármester úr múltkor eldöntötte, most is el tudja dönteni. De, nagy okay, fiú, de hogy szeretné eldöntötte, de az nem úgy, nem úgy volt, hogy én most a homlokomra ütöttem. Egyeztet, itt volt szerintem mindenki. Itt voltunk, elmondtuk a véleményünk, azt mondta, hogy szeretné. Igen, elmondta. A kérdés, hogy változott-e a véleményem. Jó, az én véleményem. Az én véleményem nem változott. Most akkor, kell egyet azt mondani. Nem kell szavazni, Győrvári úr se ragaszkodik hozzá. Tehát azt, hogy megdöntöttük. Jó, jó, tehát jó, jó, akkor. Köszönöm, köszönöm, ne húzzuk az időt, utána még maradhatunk megbeszélni. Bocsánat, elnézést, bocsánat, tehát akkor... Nincs harag. Tehát akkor maradjunk, tartsuk meg a testületi komolyságot. Balaton úr, köszönöm. Jó, tehát akkor jegyző is azt mondta, igazán Győrvári úr ezt fölvetette, de nem. Akkor én meg azt mondom, hogy igen, én továbbra is a visszajelzések alapján gondolom, hogy jelenjen meg ez a kiadvány, és akkor én szeretném azt, hogyha ez így a akkor úgymond szóbeli tájékoztatás vagy bólintás értelmébe. Egyébként azt hiszem 500, az árajátot már belet kérve nem lesz annyi, tehát nem lesz annyi se. Most nem akarok számítani, de szerintem olyan 2 és 300 közötti összegről van szó, mert én kértem, ugye azt mondtuk, hogy a Média Kft. Koordinálja ezt le, kérjen ajánlatot, hogy mennyibe kerülnek a kinyomtatása. Ezt a tájékoztatást kaptam, az anyagok részbe átlettek küldve szerkesztésre, úgyhogy akkor én szeretném, hogyha abban maradnánk, amiben úgy áldását adta a testület szavazás nélkül, akkor az megmaradna. Jó? Így van. Köszönöm szépen. Folytatod, hogy átkérlek egy másik viszont akkor kérdésem van. Jó? Először osztályvezetőasszonyhoz, hogy a rendezvények, ahogy én összeszámoltam magamat, de körülbelül a szám az jó lehet, hogy durván egy 20 millió forint a rendezvényeknek a költsége, az éves rendezvények a költsége durván. És azt nem tudom, és ez a kérdésem, hogy annyira sok egyébként, sok irányú a jogcím, a kifizetés jogcím, hogy mind ahhoz az eseményhez kapcsolódik, tehát mondjuk húsvét vagy, igen, tehát Tesco, mit tudom én, akármi, bérek, itt bérek, ott bérek, tehát amiben kifizettünk művészeket, ezt a minden szereplőket, tehát ez
valahol összejön, vagy sorban van, vagy összejön az egész a könyvelésben, hogy minden, ami mondjuk borbarátok éjszakájához megy, akármi jogcímeken van. Tehát, hogyha a megbízási szerződés, minden. Igen. Tehát meg lehet nézni, hogy azon a, mert ez nekem így fontos, hogy azon a rendezvényen ki mindenki, hogy milyenféle kiadások voltak, ezt meg lehet nézni akkor. Igen. Ugye a rendezvények címszó alatt egy nagy kalapba ment be, de ott is a rendezvényeknél az összes rendezvényhez tartozó kiadásod volt, csak egy nagy kalapba ment. Ezt most már az elmúlt egy-két évben próbáljuk az osztállyal minél jobban szétrészletezni, hogy tényleg az adott rendezvényhez, tehát hogy el legyen különítve, hogy húsvétváró, hogy borbarátok, hogy karácsony, tehát hogy tényleg mindig a saját rendezvénynek legyenek ott a költségei, úgyhogy ez teljesen így van. Ami esetleg még nincs ott kimutatva, de minden különálló megbízási díj, bármilyen plusz munka, az tényleg ott van a saját rendezvényen. Annyi lehetséges, hogy nem látszik, hogyha például ugye a hivatali alkalmazottaknak a saját munkaidejébe, tehát nem pluszban, ha a saját munkaidejébe is beletartozik ez a szervezés, akkor nyilván az ő óradíjuk vagy munkabérük nincs megosztva, de csak ez az egy, ami nem. Tehát ők ugye nyilván a hivatalnál kerülnek elszámolásra, de akármi plusz merül föl, az ott van az adott rendezvényen. Jó, nekem akkor mondom, hogy miért tette fel a kérdést. Azért, hogyha át kell tekinteni, hogy hol vannak azok a dolgok, hogy ne 20 millió legyen ez esetleg, de hát majd a polgármester azt mondja, hogy is eldönti, hogy mekkora, milyen szintű rendezvényeket akar, és milyen költségvetést akar, de hogy át lehet nézni, át lehet tekinteni akkor, mert ezek ebből a szempontból lesznek fontos dolgok. Jó? Jó. Jó, köszönöm. Másik, ez nekem egy régebbi kérdésem volt már, és most akkor szeretném tudni, hogy ezzel mi van. A muzeális jellegű, nem muzeális jellegű dolgok, amiket még az Illés Antal gyűjtött össze, egy honismereti gyűjtőkör programján belül, 20 éve dolgozott rajta, és összegyűjtötte a Szentlőrincen található, lelhető, felkutatható anyagokat, írott, vagy egyéb más tárgyanyagokat, mint avarkori nyílhelyek és hasonlók, amik itt voltak. Most azok egy gyűjtemény része voltak. És akkor azt a választ kaptam egyébként, amikor ezt feltettem, hogy nem volt védett egyik termék sem, vagy nem, bocsánat, egyik dolog sem nem volt védett. De most utána tényleg egyébként nem volt védett. Az egész gyűjtemény sem. De érték volt. Tehát értéke volt. Pont, igen, tehát, de forgalmi értéke van. Mert ugye forgalmi értéke a gyűjtők között, akárhol van forgalmi értéke. Tehát most én kérdeztem, hogy hova került. Van-e még valami belőle, ami mint forgalmi érték megjelenhetett, nem akarjuk eladni nyilván, tehát én nekem eszembe sincs, tehát hogy az még felelhető, valami más gyűjteménybe beágyazható-e, betehető-e, tehát ez lenne a kérdésem, valahol felelhető-e annak a valami a maradványon valami, ez a kérdésem. Én arra emlékszem, de majd segítséget szeretnék kérni, hogy amikor a múzeum közbe értékesítésre került ott az Illés Tóni bácsi féle múzeum, vagy az a gyűjteménynek az épülete, ugye, mikor a szomszéd ingatlan tulajdonos vette meg, most az évszámot hadd ne tudjam. Hát én adtam, hát tudom, igen, az én időmben volt az, igen. Tehát ott az volt, hogy ott akkor mennyit költünk rá, és hogyan, merre, meddig, és akkor a szomszéd azt mondta, hogy ő megveszi, hogy nehogy kapjon egy nem megfelelő számára, nem megfelelő szomszédot, és majd akkor arra terjeszkedik. Akkor én tudom, hogy még a Gödön Zsuzsát is oda hívtam, hogy nézze meg, hogy esetleg onnan mit lehetne átvinni a Brandner Koncz múzeumba, mert ott tényleg azt mondom, hogy ami előttem van a régi rádiótól, a régi fényképekig az egykori színjátszó körökről, meg a talán Fanni, Burgonya pehely, amit a Szentlőrinci állami gazdaságban gyártottak, nem tudom én, 40-50 évvel ezelőtt, még annak a doboza is ott volt, aminek azt mondom, hogy valóban helyben van értéke, különböző ilyen nyomdák is voltak. Ennek egy része átkerült, a nagy része az akkor átkerült a tűzoltó szertárba, mint ugye üres rész, tehát azok a nagyobb eszközök, nagyobb darabok, szekrények. A kicsik azok átkerültek a kultúrházba, ott, illetve a könyvtárnak az épületébe.
Amikor el lett adva a tűzoltószertár, arról nem tudok nyilatkozni, mert akkor én már a helyszínen, mert az előzőnél akkor ott voltam a helyszínen is, tehát akkor talán a Böbék Dániel volt az, aki ezt koordinálta, és hogy az hova lett átszállítva, ezt most én hirtelen meg nem tudom mondani, de azt tudom, hogy én tudomásom szerint értékesítve se a festett gyerek bölcsőtől elkezdve a... Mi ez a... Amit váj, nem, nem. Mit? Ez a teknő, köszönöm, nem jutott eszembe. A teknőig, ami ott volt, meg ilyen régi, tehát az még újsággyűjtemények is, ezek egy az egybe átkerültek, mondom akkor ide a tűzoltószertárba, és onnan hova kerültek, nem lettek kidobva, legalábbis én nem tudok róla, hogy ez ki lett volna dobva, de maradjunk annyi, hogy ez holnap én meg tudom kérdezni. Tehát ahhoz az érték, tehát így van, ez érték ahhoz. Hát engem elsősorban ezek érdekelnek. Tehát a könyvek, amik voltak, ezek szentőrinci helytörténeti könyvek voltak, amik megjelentek időközben, vagy megírtak közben. Tehát ez volt egy egész sorozat, tehát volt 40-50 darab ilyen könyv. Tehát hogy ezek, mert ezek így a múltat megörökítettük. Az Illés Tóni bácsi ott élte az éveit. Világos. Igen. És rengeteg munka volt. Ami avarkorból jut el, és a törökkorból, ami még volt, mert volt egy kb. 8-10 nyílhely, meg ilyenek. Tehát, hogy bizonytandó, hogy itt már a magyarok előtt már volt város. Volt akkor város. Került ide az előtérbe is, ami most ugye az üvegbúra alatt van, mert az is ott volt a sarokba, ez a kőkút, tehát az is akkor került ide áthozatalra, sőt, még akkor az udvarba ott ez voltak. Ez egy került ide. Ott voltak még az udvarba is az orosz temetőnek a fejfái is ott voltak, tehát azok is átlettek víve, talán még az emlékművön lévő felirat is valahol. De nem, egy hatalmas, ami ott nehezen volt kezdve, az is ott volt az udvarba, meg valami daráló is volt, ezek mind átlettek akkor szállítva. A kérés az, hogy rövid időn belül szeretné jogosan megtudni, egyetértek, hogy akkor ez most akkor hol keressük, akkor ezek hova lettek, úgymond beraktározva. Köszönöm. Még valami? Ha más nincs, akkor én... Nem. Jó, akkor én még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a mai, és köszönöm szépen még egyszer az elmúlt 5 éves munkáját is, amit a városért tett. Köszönöm szépen, és ezzel akkor a 2019-24-es ciklus akkor utolsó testületi ülését akkor lezárom. Köszönöm szépen.